Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 perccel a hét utolsó napján, pénteken, yes, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok! Hello! Hát jó reggel! Szevasztok! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk egy kis... Mivel vagyunk itt? Egy péntekkel. Egy péntekkel, így van. Egy péntekkel. Egy újabb 4 órás etap az életünkben, és a ti életetekben is, kedves hallgatóink, akiknek nagyon szépen megköszönjük azt, hogy lassan 246 ezeren vagytok fent a Facebook oldalunkon. Figyeljetek, gyakorlatilag 100 számra nyúlnak a lájkok, és ennek megmondom őszintén, nagyon örülök, mert akkor nem húznak el azok, akik tisztességtelen módszerekkel gyűjtik. Így van. Mi tisztességesen gyűjtjük, van, aki vásárolja, nem vagyunk hajlandóak velük versenyezni, de szeretnénk tisztességes módon győzni. Úgyhogy nagyon szépen kérjük azt a 35 embert, még aki még nem lájkolta, hogy meglegyen a 246 ezrünk, hogy ma mindenképpen tegye meg, tehát 246 ezer kedves hallgató legyen fent a Facebook oldalunkon, és én már nagyon kíváncsi vagyok arra a pillanatra, és ígérem, hogy összelapátolunk egy csomó exkluzív ajándékot arra az alkalomra, amikor majd 250 millióan lesz. 250 ezer. Na, tegnap Győrben voltam egy jótékonysági gálán este, amikor vége volt a gálának, egyébként nagyon ügyesek voltak, 8,5 millió forint gyűjt össze. Az igen. Nagyon sok pénz volt. Utána egy smokingos úriember lépett hozzám, aki a következőt mondta: Ferenc, én hajlandó vagyok pénzt áldozni arra a like mennyiségre, amit János szeretne, csak nem mondja be csak többször, hogy még mennyi kell. Oda álltam köpni, nyelni nem bírtam, mert viszonylag elegáns, nem viszonylag, egy nagyon elegáns esemény volt, és oda jön egy ember hozzám: Ferenc, hajlandó vagyok pénzt áldozni. Arra mondtam: köszönjük szépen, igen, nem élünk vele. Van nálunk annyi pénz, amennyivel meg tudnánk mi is venni, de nem, mi ezt szeretjük. Úgy néztem, ilyen 10 000 like, az ilyen 100 000 forint környékén van. 50-100 ezerért tudsz venni 10 ezer lájkot. Csak mennyi mindig az a... 3 ezer? 4 ezer kéne? Mennyi kéne? A 4 millióhoz. 4 ezer? 4 ezer 35. 4 ezer, bocsánat. Aha. Tehát akkor az ilyen 40 ezer forintból megúszható. Na? 40-ből, igen. Ha? Megvehetjük. Ketten megveszük, nyugi lesz. Aha. Ketten megveszük, és akkor vége van. Nem kell tudnod róla. Na. Mivel az országban gyakorlatilag már mindenki tudja, hogy emögött a like halmozás, a lapátolás mögött én állok, így tudható, hogy erre egy büdös félet nem fog senki költeni. Hogy mi lájkokat vegyünk. Ugye csak a szeretet. Csak a megbecsülés. Mi biztos, hogy nem, de mondom, van felajánlás, úgyhogy ha gondolod, akkor tudok szólni egy illetékesnek. Nagyon kedves, nagyon kedves, de nem. Rakja oda már 8 millió mellé még. De oda tette, ő nagyon szépen oda tette. És életem másik nagy eseményén is túl vagyok. Tegnap szimfonikus zenekart vezényeltem. Ja, azt hittem kétség. Nem úgy. Képzeljétek el, ott volt a győri filharmonikusok, nagyon-nagyon helyes, nagyon ügyes zenekar, és megkaparintottam a karmesteri párcát, hát nyilván azt a röhögést, de megvan, van olyan álmotok, amikor ilyen sok ember egyszerre azt mondja: figyelj, hát nyilván tudták magukról, vagy magukról darabot, tehát nem én vittem el a dolgot. És játszották? Olyan, persze, mint a kisangya. Olyan jó volt, komolyan mondom. Én így ezen régóta kacérkodtam, hogy milyen lehet egy ekkora csapatnak a főnöke lenni, illetve én azt is gondolom egyébként, hogy senki nem néz a karmesterre, ezt reméljük nem hallják, érted? Tehát a beintés után mindenki csinálja a dolgát, ahogy elindítja a muzsikát, olyan jó volt. Ott egyébként szerintetek van olyan, hogy jó, mondjuk valaki egy picit ilyen sumáka, úgyse hallatszik, vagyunk 70-en fönt, biztos nem tűnik fel, nekem közöm nincs a témához. Egy ilyen fél hang. Kettőt lapoztam. Szerintem a hangmester, vagy ő kiszúrja, a karmester. Szerintem meghallja. Kiszól? Szerintem ki. Szerintem rátszól. Rátszól, jelez, hogy erősebben, igen, olyan fülük van ezeknek, nem is tudjuk, hogy milyen mélységeiben hallják ezt a zenét, persze. Álmomban én is mindig rettegek, mert én mindig azt álmodom, hogy a 100 tagú cigányzenek, annak vagyok a tagja, és én vagyok a gordonkás. Gordonkás, az vagy. És jön a szóló. És ott állsz, és fogalmad nincs. És addig lehetett maszatolni. Addig elfér hátul a csapatban, de végre ő jön. És utána jön a bosszú. A koncert után 9, illetve nem a karmester együtt 100 embertől. Matolja le a nadrágját, János. Úgyhogy szerintem ő hallja. Aha, ő biztos. Ő valószínű, valószínű, hogy rátszól, vagy kiszúrja. Tehát azért, ha vezényelned kell egy darabot, azt már így jól kell ismerned. Ott már szerintem hallod, hogyha nem úgy
nem úgy jön be valaki, vagy valami, vagy nem úgy szólál meg. Nem, nyilván fejben előre összerakja, hogy hogy kéne szóljon, nem? Az a dolga, gondolom én. Biztos meghallgatja előtte valaki mástól, ha, vagy érted, belelapoz a partitúrába. Egyébként a karmesteri pálca szerintetek az egy ilyen speciális dolog? Tehát, hogy van, ahol gyártatják, vagy ez lehet bármi? Nem, dehogy is. Nyilván egy ilyen pálca, de nem hiszem, hogy annyira speckó. Nem, egy ilyen Warburg antenna, tudom. Figyelj, azzal is lehetne. Van a végén egy ilyen más anyagból lévő nagyon pici 2 centis, kicsit vastag fogó rész, azzal tudod fogni, és akkor biztos az nem a vitera. Az nem, mert annak a másik végén van a 2 centis vastag. Gyakorlatilag bármilyen ugyanúgy el tudná integetni ezt az egész sztorit? Nagyon könnyű a pálca. Integetni, figyeltetek. Igen, nagyon szakszavakat azért használunk. Hát azért még egy 2 órás darabot egy 4 kilós karmesteri pálcával biztos mondja. Időként átveszi a másik kezébe. Egy ízik kettőt beállalok, nevezzel egy fél tengely ilyet. Az egy viszonylag könnyűnek kell lenni, ennyi. De jó volt. Egy dolog megint kipipálva. Kézzétek el, jövő héten, a francokat jövő héten örülni fog neki, hogy voltam múlt héten, nem, holnap, osztálytalálkozunk lesz, kimondom, hüledezetek, hát Feri nem fog, nem, 30. Érettségi találkozó? Általános iskola. Vagy általános iskola, vagy ez most az melyik? Jó, mi? Általános iskolás. Ballagás? Aha, 8. Igen, most képest. Fejeztem be. Hozzáadtak a pesgőt. Végre megvan a föci 2-es, vagy mi? Igen, méltányosági alapon lenni idő után, hogy ne járogassak be, mert most már vagy a Kárpát-medence élővilágából az én ne feleljek már 30 éves osztály találkozunk, ezt volna. Nagyon durva. Várjál, hát az nekem mennyi lenne? Én 92-ben ballagtam általánosból, 02, 12. 22-ben lesz a tiéd. Igen. 22-ben? 2022-ben. 22-ben lesz neked. Igen, hát az nekem most van. 14, 2022-ben 7 év van közöttünk. Igen. Atya, úristen. Az nagyon durva. Ha megéled, látod, mi már ezen túl vagyunk. Ja, igen, hoppá. Atya, Isten. Nekem most volt valami egy pár évvel ezelőtt. De megértük. Ilyen jobban voltatok a 8. általánosban? Nagyon, mind a mai napig. Mi is tök durva, hogy nem is a gimisekkel, majd gimiből vannak a barátaim, de a 8. általánosban, mint osztály, én is velük tartom a kapcsolatot inkább. Nem a gimisekkel. Azok a meghatározó évek. Az igazán meghatározóak. Valahogy nagyon igen. Beégnek. Mondjuk én a középiskolásokkal is tök jóban vagyok, össze szoktunk időnként futni. Van 1-2-3 ember, akikkel rendszeresebben is, de az általános iskolások azok annyira beégtek, annyira ott vannak a tudatodban, én mind a mai napig álmodok például arról az időszakról. Tehát én is szoktam az általánosra. Igen. Olyan van, hogy egy osztály-osztály találkozókat tart, és akkor egy embernek nem szólnak valamiért. Csak mert én az elmúlt 30 évben nem voltam osztály. Nekem most szólnak először 30 évben. De én mindegyiken volt. Ott voltam, amíg a te osztályod volt. Én mindig rám, mert nekem szóltak. Ferinek ne szólj, kérlek. Vaj, nem jártál velünk, a Feri járt. A Ferinek ne szólj, de te gyere már, tök jó arc vagy. Jó fej vagy, nem annyira. Meghallgattam a sztorikat. Mi van a Ferivel? Igazából hagyd is. Igen. Ha hagyjad veled, mi van. 30 éve mi nem találkoztunk. És így nem értem miért. Nem voltunk rossz osztály pedig, meg így ilyen összetartó volt, kicsit szétszaladt a csapat. Most úgy hiányzik így, hogy mondtad, hogy te mész erre a 30-asra. Mert mindig közben jött valami idén jellegű munka, nem a földek. Hát az más, de azt meg tudjuk csinálni, mert akkor érted, az van hajnalban, kimész a földekre. Délután, mikor elfáradsz, meg a kocsmában megtartjuk. Tavasszal az egész osztály ültet. Mi nem is jártunk iskolába. Azt se értem, hogy érettségiztünk le, mit így csak a kapa. Feri, hozd a táblát. Tényleg az állatot tartjátok, hát valamit nem értek rá találkozni. Gyerekek, vidéken nem az a testpedés van, mint itt a fővárosban, ott megdolgoznak. Hát tegnap akartam is mondani a Gábornak ezzel az elmentessel, hogy mi nem cseszekszünk ilyen répaporral, mi belerakjuk a répát a levesbe, tudod? Tehát, hogy ennyi. Ott ez van, csak azt meg is kell termelni, érted? Nem értünk mi rá osztály találkozni, meg az ilyenekre. Hát, hogy találkoznátok, persze. Hát ne viccelj. Igen, meg a fődünk az egyik végén a faluba, ezik a végén a másiknak a másik végén van. Hát most ellenkező irányba mész bringával. Hát ez az. Hát hogy legyen ebből találkozó? Néha összefutatotok a Omékon meg a BMW. Hát nem, a herélésnél inkább a Omék, BMW, nem jutott el oda bárki. Itt akarok mondani, hogy és ilyen sincs, hogy találtod valakivel kapcsolatot, hogy időnként egymásra rácsörögtök, vagy ilyesmi? Általánosból nem. Középiskolából igen, de általános iskolából nem. Szomorú történet. Nem szállam. Nem. Szomorú, te szemét. Szárnyaszeget madárnak tűz most te. De ők mind új kígyósiak voltak, kivétel nélkül? Aha. Bizony, a új kígyós egy ilyen hely, oda új kígyósiak járt. De meglepő. Hogy nem így alakult. Meg hát mi a tanyavilágból, ugye? Igen, mindenki új kígyósi volt.
Nem is tudom, hogy mi van velük. Jaj, na majd meglátjuk. Hát, ha összetok. Hívjátok már meg egyszer a Ferit is. Tudom, hogy minden évben van mi. Buli. Olvastátok ezt a nőt, váltsunk témát. Ezt, aki 15. terhességén van túl, illetve szülésén, és mindegyik császármetszés, és ott van a... Nézd már meg, első... Nem egyet hajtsa, akkor második, harmadik. Miért Jézus Mária? Hitben, szeretetben élnek. Mert az ő segítségük kellett hozzá. Az biztos, hogy kellett, mert úgy van ugye a császármetszésnél, hogy hármat javasolnak, de már harmadiknál is komoly orvosi bizottság ül össze. És akkor így a hölgy így bement, hogy akkor itt a 15. Most a harmadik orvosát fogyasztja, aki azt mondta neki, hogy szerintem a 16-at meg tudjuk csinálni, hogyha úgy hozza a sors. 15 gyerek! 15! Ott mi lehet? Hú, most én nem nagyon értek el sem, de hogy így sebészileg ez nem egy kihívás találni rajta meg? Nem, illetve azt mondta az orvos... ugyanott vagy? Tégőzzel, cipzzel? Hát szerintem már az van rajta. Kis ilyen vízálló cipzzel. Azt mondta az orvos, hogy az előző kollégák annyira jó munkát végeztek az összeöltésnél, hogy nincs semmi baj, és tök jó bírja az egész szervezet. Ha 15 gyerek önmagában... Nagyon szeretik a gyerekeket, vagy nagyon nem hallottak még a tudományos technika vívmányairól, például az ószerről. De azt mondják, Miért 15 gyereket? Mert szeretik, jó. Igen. Szeretnek szexelni, szeretik egymást. Nem kizáró, mondjuk... Igen, hát vannak pár lehetőségek. De most, de mi, nem vagyok egy olvasott ember, de azért egy-két módszer már nekem is betározódott. Hát ők most így. Te egyel, én kettővel, hát most neki meg úgy jó, hogy 15 van. Szerintem nem baj. Most baj? Nem tudom. Azt mondják, még harcpakolásnak is jó. Tehát, hogy azért megvannak az előnyei. Hát én értelek, ha valaki védekezni akar, akkor valószínűleg ők is tudják, hogy kell, valószínűleg nem akarnak. Hát, boldogságban, békességben, szeretetben. 15 gyerekkel azért adjuk, hogy nem lehet. Béke viszont van, meg boldogság. Meg abból családi pólékból azért már lehet valamit kezdeni. Elmegy az hiddel 15 gyerekre. Kemény. Ez kemény, ez nagyon. Hogy néz ki ott egy fürdetés? Vagy egy ilyen esti ceremónia? A gyerekek, akkor igen. Fürdés, aha. Nem? Ma sorsolunk ki. Igen. És az úgy, most ennyi vagyok az utolsó. Jó, meg ha belegondolsz, akkor valószínűleg van már 25 éves a gyerekek között is, mert 43 is az anyuk, amik azok azért már besegítenek. Persze, ott már meg ők nekik valószínűleg munkájuk van. Nagyon kemény. Én mindig ilyen szent borzadályos tisztelettel figyelem ott a közelünkben, amikor egy hármas ikrekes babakocsit tologatnak a fiatalok. De akkor is három, tehát hogy is egyszerre jönnek. Igen, tehát, csak ott egyszerre. Az iszonyú melós. Hát itt azért egy-egy év különbség csak van közöttük jó esetben. Nem, anyám mégis ilyen nagy család volt, jó volt, apám mégis 8, úgyhogy én szurkoltam mindig magunknak. Ott is. Ott mi lehet egy 15 éves osztály találkozó? Ne is feled, mi történt az utóbbi 15 éve? Hát terhes voltam. Igen, egyébként semmi. Mindig. Igen. Nem? Hát 15 év alatt, igen, mindig terhes vagy. Gyakorlatilag folyamatosan. Mindig terhes vagy. És mi van? Mekkora a kicsi? Melyik? Az utolsó. És a harmadik? Atyaisten, ebben nem is akarok nagyon mélyen belegondolni, hogy ez hogy zajlik. Egy születésnap, vagy egy betegség a családon belül. Óriási buli. Már a betegség nem, de a születésnap. Hát erre születni kell, szóval ez... 17-en vagytok a mókán. Más már nem kell meghívni. Hát nyilván meg az idősebbek besegítenek a kicsiknek, tudod, tehát ott már mit tudom, egy 15 éves már fürdeti a kicsit, szóval hogy ott már akkor a korkülönbség, hogy ott már mindenki. Nem mondjuk egy tanévkezdés? Így. Hogy? Az érted. Hát a negyedikest örökli a most ötödikesnek a cuccait, kész. Így. Hát de új tankönyvet nyomtatnak. Ah, már ők kapják három gyerek után, én is ha összehozok még egyet, akkor ingyen tankönyv. Na, igen. Aha. Hát vicce. Hát azért megéri. Hát csak akar, semmi másért, de azért biztos, hogy igen. Igen, de ott azért előfordul, amikor mondjuk én 8-10 gyerek indul egyszer az iskolába, vagy valamelyiknél nincs ott a torna felszerelés, egyik nem kap uzsonnát, a harmadik meg elfelejtette megcsinálni a házi feladatot azért. Igen, de akkor mindig az van, hogy mindenki letör egy kicsit a szendvicséből, akkor megvan annak, aki nem hozott, a neked a torna cuccod, jó lesz a ízének. Igen. A Sanyikának. Neked 8-tól van Pisti a torna órát, Sanyinak 9-től cseréljetek. Ahol az egyik tud zsámolt ugrani, ott a másiknak se. Ugyan már? Belefér minden. Na jó van, gyerekek. Elaludtam tegnap a napon, és nem tudok nevetni, mert fölreped az arcbőröm. De miért? Véle, annyira fáradt voltam, hogy kifeküdtem napozni, és elaludtam. Jó, de jó az. És már ilyen délutáni nap volt, tehát nem égtem meg nagyon, csak érzem, amikor nevetek, hogy ilyen repedés hangokat hallok a bőrömön igazából. Nem tudok nevetni annyira. Picit megkapottanam. Már lehet barnulni, komolyan. Hát persze. És annyi szerencséd van, hogy a saját kertedben csináltad ezt, vagy egy köztéri padon. Nem, annyira fáradt voltam, hogy nem volt erőm hazam, és bemásztam egy másik erős.
Nem zavarok, csak hadd pihenjek. Hadd pihenjek le egy kicsit. De ilyenkor nincs, hogy magad mellé teszel egy ilyen főző tojást, hogy forgassanak. Tehát, hogy itt hallja bentről, mit tudom én, anya vagy Benny, vagy az anyósod, és akkor kimegy, és akkor a görget egyet rajtad. Nem, senki nem volt otthon, és mondtam, akkor hunyok egyet, mielőtt elhozom a Bennyt az oviból. Ez ilyen negyed órára sikeredett. Arra ébredtem, hogy ég az arcom, tudod, amikor így fáj, annyira erős volt a nap. De aztán este 10-kor ébredtél, úgyhogy a gyerek ott maradt, nem baj, legalább nem kell vinni. Hát ilyenkor eljátszanak vele. Várják egy ideig a szülőt, aztán hazaviszik. Igen. És akkor most reggel megyünk ért az obonőt. 38528, 38529, meddig kell még számolnom? 200 000-ig menni, 200 000-ig, utána már itt van apukád. Úgyhogy nagyon bírom ezt a jó idő, gyerekek. Na, hát, nagyon bírom. Ha lesz 24 fok lesz ma, azt mondták. 24. Igen. Április elején. OS és 5 guba? OS és 5 guba. De miért nem mondjátok, hogy igen, annyira megszivatnátok, mert ugyanis én arra akarok tenni, hogy fog még esni. Nem, hát, erre nem mertek fölteni áprilisban 24 fok, hogy nem fog esni. Az a bajom ezzel a dologgal, hogy egy olyan szintű ügynökhálózatot sikerült kiépítened ezzel a esni fog a hó valahol, és fogadjunk, és majd jó megszívjátok vonallal, hogy gyakorlatilag minden nap van olyan SMS az SMS falunkon, amiben arról értekezik valaki, hogy éppen mit tudom én, Pakisztánban, a magasabban fekvő részén, Perúban, nem tudom hol, havazott éppen. Jó, de megbeszéltük, hogy csak OMS, tehát Országos Meteorológiai Szolgálat jelzést fogadunk el. Aha. Tehát ha az OMS kiadja, hogy itt és itt esett a hó, akkor oké. Okay. És csak határon belül él, nem? Tehát, abszolút. Az északi sarkon, vagy nem tudom, a délin, ott nem. Én abszolút. Én tartom. 10. Nem. Na mi van, gyáva vagy? Nem mersz fogadni? Na most nyertem el egy 10 játékpénzt, azt visszanyertem. Ne, erre már nem teszek fel. Ne, legyél, mi van? Csak mindig teszteltelek benneteket, hogy 5 guba, OS, nem. 15 guba, na? Nem. Hát nem lesz már, hát erre már nem. Szólni nem szólni. De én most arra fogadok, hogy lesz. Nem, te arra, hogy nem lesz. Kidumálsz belőle. Te arra fogadsz, hogy nem lesz. Én ugye én arról akartak benneteket meggyőzni, hogy 5 guba, hogy esik. 5 guba. Igen. 5 guba, hogy esik. De ugye ti akkor az ellenkezőjére. Jó, de most 10 gubát dobott fel. Nem, nem kecsegtető? Nem. Duplázd meg. Visszanyerheted a... 30 guba. Na? Nem. Az, hogy elbukom. 40 guba. Miért? Mert honnan tudod, hogy elbukod? Hát szerintem már lesz még hideg, de azért ez már április közepén lassan ez irális, hogy hóesés. Májusban is volt már hó. Tessék? Májusban is volt már volt, hó. Igen, volt. Igen, volt, valahol. Igen. A májusi hó aranyat él. Igen. Ebben az esetben 10 gubát. 10 gubát, igen. Jaj, gyerekek, jó van, mi újság a játékkal? A játékkal az a helyzet, hogy igazából csak szépítünk, mert hogy egyelőre azt mondja, hogy 3-1-re mennek a kedves hallgatók, tehát hogy gyakorlatilag ezt a hetet azt benéztük, elég csúnyán. Még egyet ma hozhatunk, és akkor később majd magyarázhatjuk úgy, hogy nagyon szoros volt, meg bla bla bla, és hogy egyébként meg a hatalmas heroikus csatában vesztettük el, és mit tudom én, valamilyen indiszponál csak kifolytál, vagy ból kifolyólag, mert mit tudom én, ki maradtál a napon, és egy kicsit megsülték. Tehát akkor 3-2-re még hozhatjuk. Igen, hetet, igen, de már elbuktuk. Hát ez nem hangzik túl jól. Nem olyan nagy. Hát adtunk egyet neki a hallgatóknak. Na, nézzünk egy-két SMS-t. Bali, mi van a Pistorius ügyel? Nagyon elhallgattál vele. Én mindig kérdésre robbanok. Ha valaki megkérdezi, mi van, ma lájgép elmondom. Ha valaki megkérdezi, mi van a Pistorius ügyel, mondom. Na, ezért nem beszéltünk róla már egy ideje, mert hogy így... És köszönjük meg. Fogalmazódik bennünk a kérdés, de még nem robbantott. Pedig annyi érdekeset tudnék mondani a Pistorius ügyről is, meg a malájgépről is, de egyelőre hát nem kapok ilyen típusú kérdéseket, úgyhogy már hogy a Feritől meg a Janitól, úgyhogy csak kérdésre tudok robbani. 35-ös jó, Tiszavasvárnál van egy trafink. Tiszaújvárosnál, bocsánat, trafi van, ez DTI küldte nekünk. Szintén trafiznak, méghozzá Pécs felé, az M6-os 50-es kilométer szelvényénél. De utálom ezt a szót. Felüljáróról egyébként, ezt Nitrotom küldte nekünk, köszönjük szépen. Nitrotom, így van. 15 család a szülők családi kirándulás 4 autóval, kérdezi valaki, hát, érdekes? Igen. Sok kérdést vett föl ez a dolog, igen, erről vagy még egy lehet, beszélni. Hát ott már buszbérlés van, igen, erősen. Mérnek a rendőrök az M7-esen a 143-as kilométernél Budapest felé, vigyázom mindenki, Salomvári Józsó küldte nekünk, és az első SMS az 2:43-kor futott be, ezt ugye mindig megnézem. Hármas ugrás játék.
Na, jó. Ezt írta valaki 2 óra 18-kor. Valaki rettenetesen elszánt. Ő nagyon. Tehát azért le a kalappa a gyerekek 4-3-kor, nem? És nem is Óven bácsira, nem is Fekete Férig. Rögtön a 3-os ugrásra. Rögtön a 3-4-9-es 3-os ugrásra. Nagyon durva. A nitróról jut egyébként az eszembe, hogy szerintetek érdemes levetetnünk a tetőcsomag tartót, hogy alacsonyabb legyen az autónak a fogyasztása? Igen, 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 igen. Aha, és a kéziféket is engedjük. Igen. De most komolyan kérdezem. Komolyan. Fel van tegnap felraktuk a nyári gumit egyébként. Gyorsan, flottul, udvariasan. Köszönjük szerintem szépen. Ne a csomagtartót, ne a fogyasztásot tegyétek függővére, hogy használjátok-e. Aha. Rossz a megközelítés. Tehát én levenném, mert én nem tennék föl, használom, ugye? Tehát, szerintem nem a fogyasztás a lényeg, hanem hogy pakolok rá valamit, vagy nem pakolok rá. Nem pakolok rá, levenném. Mindig arra gondolok, hogy menjünk lefelé az M7-esen, és akkor valaki mit tudom, ott áldogál a szélén, nyilván nagyon életszerű a helyzet az M7-es mellett, vagy a régi 7-es mellett mondjuk, is ott áll egy gumicsónakkal. Ja, és akkor és hogy le kell, hogy le kéne vele menni, mit tudom én, szárszóig. Figyelj, mivel ti nem mentek olyan nagyon-nagyon messzire soha. Én nem tudom elképzelni, hogy annyi csomagotok legyen, hogy tetőcsomagtartóval menjetek bárhova is. Aha. Tehát ezt így nem látom magam, hogy a vadon család gumicsónakkal... Csak azért akartok fel, mert nincs hol tárolni, mert nincs elég hely. Gondoltam, hát akkor már legyen ott a tetején. Szét lehet szedni, és tedd be a csomagtartóba. És ha látsz egy gumicsónakost az M7-es akkor mellett, felszereljük. Felpattintod, fölrakod, aha, és elviszed. Szóval akkor ne legyen rajta. Szerintem nem. Felesleges. Nézd, én levenném. De madárijesztőt se tennék a kertembe, mert nincsen szőlő. Tehát, hogy... Basszus, a madárijesztő, tényleg. Most jutott eszembe. De van szőlőd? Mit? Nincs szőlőd. De madárijesztőt rögtön ki, hogy hát, ha esetleg arra fúj a szél néhány tövet. Szóval, hogy szerintem ne a fogyasztás miatt néz, mert ilyen alapon utánfutót is köthetné rá, csak az is megemeli a fogyasztást. Mert hát, ha valaki... Hát, ha igen, ott áll valaki egy izével, mit tudom én. Tedd fel magadnak azt a kérdést, használok én csomagtartót? Nem, Jani, nem használsz. Akkor leveszed. És akkor vedd le. De olyan mutatós. Dehogy mutatós. Komolyítja az autót. Á, nem? Dehogy is. Nem? Nem. Hát ha használsz csomagtartót, vedd le. De egyébként vedd le, hát az nem, az ront az autó kinézetén. Ez nem, attól nem lesz ez az, hogy jobban néz ki. És azt mondod volna, hogy teszel egy 18-as... azt mondod, teszel egy 18-as alufelnét, azt mondom, oké, Jani, ezt megértem, vagy mit tudom én, valamit, de hogy egy tetőcsomagtartótól az autó jobban néz ki, ez te vagy az első, aki 40 év alatt ezt hallom. Föltuningoltuk optikailag, tettünk rá egy tetőcsomagot. Anyám! Én azt hittem, hogy ez menő. Igen. Hát, ha szállítasz valamit, akkor 19-es alufelni az mondjuk menő, de a tetőcsomagtartó kevésbé szerintem. Mindegy. Anya, akkor vetessétek le, ciki. Meg a gumicsónakot is vedd le. Ja tényleg, de mi van, hogyha viszek magam a alibi gumicsónakot? Rögös életben nem mész vízbe nagyon, tehát nem vagy ez a kisgatyába strandon napozós. Mi legyen? Akkor egy kerti budit rárakunk így elfektetve. Biztos valaki ilyen mobil. Igen, már van funkciója, így mehet. Na úgy akkor már oké, nem? Na úgy már jó egyébként. Én levenném, Jani, hidd el nekem. Bali, menj rá a Gubára, Gödöllőn esik a hó. Na nyilván. Ilyen 12 fok van kint, de nyilván. Bárki berántja, felezünk. Közgabe. Közgabe, jó erc vagy. Igen. Szerintem is esik Gödöllőn, de hát most mit csinálják, nem hiszik el. A 3 perccel elmúlt fél hét, lehet jelentkezni a játékra, megsemmisítő vereséget mérni ránk, akár 4-1 is lehet. Nagyon fájna. Úgyhogy jelentkezzetek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. És nézzük közben az időjárás jelentést, annyira interaktívak vagyunk, rádió megy, internet megy, TV, monitorokon látjuk, hogy mi történik a nagyvilágban, CNN, Sky News, BBC, Demcsák Zsuzsak dekoltása. Az mit csak később, nem, kérdeztem. Kérdeztem már a Zsült, hogy volt-e már a művésznő, de eddig még nem. Nem. Most egyelőre a Lajos nézzük. Ő se néz ki rosszul, de azért... Nem. Ez a levendula színű ing, ez menő? Menő. Mert amikor megkérdezek tőletek mindent, hogy a hétvégére fel tudjak készülni, ugye mondtam, hogy lesz az. Tehát találkozunk, azért valahogy ki akarok nézni, meg érted. Szerintem akkor levetetjük a kocsiról is, hogy tehető csomagtartó. Nem a levendula színű ingel van baj, hanem a köldökig felhúzott farmerrel, ami úgy kihangsúlyozza a Lajos zsákját, hát hogy... büszke rá, hogy van. Hogy nem tudom róla levenni a szemem, tudod? Tehát nem, itt nem az ingel van a baj, hanem hogy akkora vang van a zsákban, hogy... És most érted, miért kell köldökig felhúzni egy farmer? Tehát, hogy ne lógjon a fenekén. De nem látod a fenekét, mert nem fordul háttal neked. Tehát ezt lejjebb lehet egy kicsit engedni, és akkor az egész kicsit olyan lazább, tudod? Így úgy néz ki, mint egy derékban elkötött szaloncukor. Hát picit igen. És ez szerintem egyébként indokolatlanul széles volt a terpesze is. Picit olyan volt, mintha hogy hívják ott volna, szörfözött volna. Igen, a Lajos imádom, de mindig ilyen farmerokban nyomja, és mindig odaszegezi a tekintetet. De lehet, hogy ez a szexepéje. Na jó, 3-1-re vezetnek a hallgatóink, döntjük el, hogy lesz egy nyomorúságos 3-2, vagy végképp megaláznak minket egy 4-1-el, valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó.
Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Anna, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Anna! Azt hittem a mi Annánk. Igen, Anna! Milyen durva lenne. Anna, honnan hívsz minket? Pusztabárkiból. Honnan? Pusztabárki. Pusztabárki. Ja, én azt érted, hogy Pista bácsiból. Pista bácsiból, igen. Kivel szeretné játszani, Anna? Veled, Balázs. Ó, oh, oh. Volt ebben egy ilyen kis incselkedés, hallottad? Veled, Balázs. Nem, nem volt ebben semmi. Ja? Legalább hagyj higgyem már, érted? Ennyi marad nekünk házasoknak. Hát hagyj higgyem, hogy legalább fejben történt valami. Oké, Anna. Nézzük, hogy mire megyünk egymással, jó? Nem is akarok róla többet tudni, mindent a játékban. Így van. Okay? Ne incselkedj tovább, mert ez csak rád nézve lehet kellemetlen. Incselkedtél, ugye? Tessék. Incselkedtél? Így van. Na így van. Jó. Mehetünk. Oké. Okay. 3, 2, 1, fire! Anna, mivel foglalkozol? Mit csinálsz? Hol van? Jelenleg közmunkában dolgozom. Tényleg? Így van. De mit csinálsz? Ezt hogy kell érteni? Tudom, mi a közmunka, csak hogy azon belül. Az önkormányzatnál dolgozom mindenféle, ami éppen akad. És nagyon fájna, hogyha kikapnál. Fájna, hogyha a kikapnék? Fájna. Bár kicsit mindegy most már igazából. 4-1 vagy 3-2, tök mindegy. Azért az szerintem egyáltalán... Na, ebben most jól belekeverted magad. Beszéltünk már valahol? Ma ajándékcsomagot tőlünk? Nyertél már valahol? Sajnos még sosem. Minek örülnél a legjobban? Mi lenne az, ami a győzelem. A győzelem. Itt vagy? Rosszul hallak, itt vagy? Itt vagyok. Természetesen itt vagyok. Ügyesen játszol egyébként. Gyakoroltál valakin? Tesómmal szoktam, így van. Hát küzdöttem. Nyomorúságos küzdelem volt, levágott kézzel, levágott lábbal. Hepciáskodtam ott. Ügyes vagy, mint nagyon ügyesen játszottál. Igen, mint a fekete egyezünk időntetlenben. Igen, molacsípés. Dehogy. Anna, nem tudtam veled mit csinálni, jár az ajándékcsomag, tök ügyesen játszottál, legyőztél. Megálltál a nem előtt, ott igen. Volt egy jó nagy szünet, de megálltál ügyesen. Kerülgetted a csapdákat, küldjük az ajándékcsomagot, nagyon ügyi vagy. Köszönöm. Örülsz? Igen. Na. Igen, köszönöm. Ki mondta? Ki mondta, még időn belül vagy. Küldjük neked, tényleg ügyesen játszottál, köszi a játékot. Köszönöm. Ciao. Nem is köszönöm. Gyerekek, jól játszott, nincs mit tenni. Nyomorúságos 4-1, azért erről emlékezzünk meg egy pillanatra. Nem, van egy pontunk, király. Nézzük a jó oldalát. Igen, ki hozta azt az egy pontot? Jani, tegnap. Jani. Aha. Gratulálunk, igen. János, önügyes volt. Nagyon szép. Bár semmit nem tudtok. Ajjaj, 3 perc múlva. Jaj! 3 perc múlva, 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra, pontosan 8 perccel jó reggelt minden drága Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk. A héten utoljára egy remek kis hétvége előtt, ugye? Nagyon, valószínű, hogy remek lesz a hétvége. Nagyon jó kis hétvégénk lesz. Köszöntjük természetesen azt a 246 ezer embert külön, akik lájkolták a Facebook oldalunkat. Mert hogy van a játék. Ez megtörtént. Így van, és van a játék, úgyhogy érdemes minket lájkolni a Facebookon, már csak azért is, mert a kinek a milyen játék zajlik ugye a Facebookon. Tegnap is volt egy nyertesünk, aki meg is kapta azt a kis Morning Show elipját, amit ígértünk, és már újraindul. A kinek a milyen, ez csak a Facebookon zajlik, ez nem a morningshow.hu, nem SMS-ben, aki lájkol minket a Facebookon, játszhat. Ezzel szeretnénk tulajdonképpen a Facebookosainknak is esélyt adni arra, hogy valamiféle kis ajándékcsomaghoz jussanak, mert a hallgató hozzájut, az SMS-t író hozzájut, a telefonáló hozzájut az ajándékhoz. Viszont, ugye, ami nagyon kedves Facebookozóink nem jutnak ajándékcsomaghoz. És rájöttünk, hogy ez igazságtalan. Nem akarjuk szórni, nem is tudjuk szórni, szeretnénk, ha azért nem lenne túl sok ajándékcsomag a piacon, olyan, mint a gyémánt. Túl sok van a piacon, lemegy az ára, ugye? Kézbe kell tartani. Hát, hát, gyönyörű hasonlat. Mint egy mellékesen bebizonyította, hogy ez is ér. Gyerekek, a gyémántal is ugyanezt csinálják, mesterségesen tartják fönt az árát, hát sokkal többet tudnának piacra dobni, csak leesne az ára, visszatartják a forgalmat, ezáltal ugye növelik a keresletet, és szinten tartják az árát. 4-5-6-8 család kezében van összesen egyébként. Ne gondoljátok, hogy ez olyan bonyolult. Ennyi az egész titok. Én azt hittem, hogy ritka. Ennyi az egész titok. Vannak bizonyos bányakoncesziók. Így van, ezeket a bányakoncesziókat 4-5 család tartja egyébként nagyjából kézben.
és tulajdonképpen folyamatosan nézik a keresletet, és bizonyos mennyiségeket mindig a piacra löknek, ezzel ugye fenntartják az árát. Hát most ez olyan, mint hogy van nekem, mit tudom én, 1 millió darab C-vitaminom, de sehol nincs a világon több C-vitamin. Akkor nyertél. És mindenki fél, hogy skorbutos lesz, és ideadok egy kicsit, oda folyamatosan, majd azt mondom egy pillanat, hogy hát most nincs, most egy kicsit visszafogom, most emelek az ára, most egy picit piacra dobok. Hát ez egy nagy játék. Negyen annyit nem érne, ha az összes készleten lévő gyémántot egyébként egy azon pillanatban piacra dobnák, azonnal leesne az ára. Ez tök jól csinálják. És be lehet még oda házasodni? Hát, egy bánya koncesszióért. Ilyet, ha nektek is lenne spektrumokatok otthon. Majd megkötetem. Egy jóféle afrikai bánya koncesszióért? Be lehet egyébként. De ez jó, ez jó. Ja, és akkor visszatérve még egy picit a játékra, kis tudományos kitérő után, hogy ugye az első alkalom volt nyakbalkasztó, második alkalommal egér alá tétek, nyakbalkasztó, és ma bögre! Ma bögrét adunk? Ma bögrét Na. adunk. Aha. A nyertes igény tarthat egy bögre. Egy jó kis bögrére. Ugye, kinek a mi játék? Egy bögre. Így van, igen. De amíg ti megszerzitek a bögrét, elmegyek kenyér. Jó? Hogy, meg gyömbér. meg elmegyek gyömbér. Hogy... hogy ugye kinek a mie, ez általában mindez ideig testrész volt, de most lehet, hogy valakinek a valamie lesz, olyan szempontból, hogy minden nap iszunk valamiből, eszünk valamiből, lehet, hogy valami kis kellék. Jó? Tehát nem biztos, hogy ez megint egy lábfej, egy lábúj, egy mit tudom, egy hüvelykúj részlet. Kinek lehet, a frissen leszerelt tető csomagtartója látható? Hát az is lehet, hogy valakinek az autójából hozunk be egy apró kis részletet, és befotózunk ott található kis bármit. Úgyhogy... Na, szóval nem sokára dobjuk fel a Facebookra, jó? Aki nem lájkolt, az pedig lájkoljon minket. 16. kerület szlovák út, trafi, mindenki figyeljen, hogy hol, azt küldjetek el pontosan hosszú a szlovák út. M0-ás nagytársai lehajtónál rendőrök, trafi a felüljáróról írja nekünk Tamás, köszi. 31-es út Hevestenk felé lézersó, üzente Pisti. Bajos fotók készülnek Kistarcs előtt a felüljáróról, Gödöllő felé az M0-áson mosolyogni kell, puszi Rita. Budakeszi úton állva a furujára várva, fújom a dallamot, biztos úr várja az abrakot. István küldte ezt nekünk, igen, István már ugye ismerős lehet. István és a Budakeszi út, ugye? Hát ez minden reggel István, jelen nekünk. István, tapasztalatból tudom és mondom neked, és fogadd el tőlem jó tanácsot, egyre melósabb lesz. Bizonyám, bizonyám. Készülj fel rá. Ne írj minden nap, írjál inkább 2-3 nap, legyen akkor jó, vegyél példát Erikről, Erik se lövi el minden nap, nem tudod ezt szinten tartani, ha esik a színvonal, akkor viszont tiltó listára kerül. De eddig nagyon jó vagy. Eddig nagyon jó vagy. Egyébként tudom, mi van a Budakeszi úton, mert tegnap is jártam arra. Na és mi? Hova kolbászolok én? Mi a Budakeszi úton? Uh-huh. Na hova? Nem, annyira hova? Érdekes, de ha el akarod mondani, akkor mondd. Mert igazából a Budakeszi úton lényeg. Na mi van ott? Útfelújítás. De miattad, mert arra jártál? Vagy? Kicsit nagyobb durra számítottam. Nagyon szép, egyébként szép lesz majd a Budakeszi út, betonozzák, és az egész Budakeszi a városból, vagy a Budakesziről kivezető út a Vadaspark felé az új beton köntöst kap. Oh. Atya úrcsa. Én is láttam egyébként tegnap megint irgalmatlan mennyiségű beton, mert én a Florián téren jártam, illetve azon a környéken, és megnézhettem azt a két új épülő villamos megállót, ami én nem tudom minek épül. Tehát kicsit úgy néz ki, mint a D-nap során felépített ilyen parti akadályok, amiket Erwin Rommel álmodott meg a tengerpartra, hogy a szövetséges csapatokat visszatart. Én nem értem, hogy minek kell. Atombunker van alatta. Láttam, hogy mi lesz. Mondtam, a gyerekek, a Florián tér az Magyarország Abu Dhabia. Tehát, hogy az ott olyan komplexumok épülnek. Mint Magyarország Omaha Beach-e. Egy Burj Al Arab elbújik majd szégyenében, ha meglátja a villamostéri villamos megállót. Nem, azt hiszem a HVG vagy valaki bekérte a látványterveket, pont tegnap olvastam. És hát ezek ilyen nagy, igen, villamos megállók lesznek tulajdonképpen, ami most ugye egy ilyen betonfal van, tényleg nem érted, hogy egyébként oda a beton rengetegben, minek még beton, nyáron sugározza a meleget, baromi sokba kerül, ezeket itt szépen majd függőlegesen ráhúznak valamit, és a függőlegesen építenek rá ilyen üvegszerű, ilyen villamos megállókat. Tehát egybe már egyébként jól fog kinézni. Aha. Így egy kicsit. Hát csak, hogy nem lehet, minek? Könnyű szerkezetesből megoldani. Mert az nem bírja. Ja. Nem olyan. Az könnyű szerkezetes, az csak 80 évig jó. Ők meg tovább terveznek. Jó, a beton meg ugye meg már az egy több helyzet.
Igen, csak azért fura, mert ott a Florián téren eleve ott van az a Európa leghosszabb panel igen. része, ugye, amit egyébként nagyon jól gazdálkodnak vele, napelemes, tök jó a közös költség, az egészet ott valaki baromi jól csinálja, igen. Egy ilyen ökofalu kezd kialakulni, csak ugye ott azért az egy nagy betonrengeteg. Most oda főhúzom egy villamos megállót betonból, az ott szintén ontja a meleget, az Árpád hídi megálló szintén betonból lesz, tehát én nem tudom, ilyen erődítmények készülnek tényleg. Igen. Na mindegy. De ha vége lesz, akkor az jól fog kinézni. Így van, és meg fogja tudni állítani a második ukrán frontot, ha megint erre jár. Igen. No, de el tudunk majd bújni. Bali Valpe, azért jártál a Budakeszi úton, mert torkos csütörtök volt, írja Béla Papa Zirakos. Igen. Torkos csütörtök volt. Na, egy nagyon érdekes kis hírt kaptunk, aminek megpróbálunk utána járni, hogy ez hogy történhetett. Kuruzslóval szemben emelt vádat a tatabányai járási ügyészség. Az egykor mentő ápolóként dolgozó férfi vénás injekciókat adott be, és tüdőgyulladással is kezelte kollégáit, majd lebukott. Hogy ez hogy történik tulajdonképpen? Van egy mentő, nem is mentő orvos, mentő ápoló, aki egyszer csak felkap, vagy elhiteti magáról azt, hogy ő orvos, és elkezd gyógyítani, és vénásan ad be injekciót, és orvosnak adja ki magát, és elkezdi a kollégákat gyógyítani? Hogy történhet egy ilyen? Azért különösen szép a sztori, mert engem meg tudnak vezetni, de a saját kollégája is azt mondta, hogy na mi van, lediplomáztunk, megvan? Akkor szúrj egy vénát. Igen. Tehát egyébként a kollégák is hibásak, mert a munkatársai bizalommal fordultak hozzá, aki vélt diagnózisokat állított fel, a betegség terápiáját meghatározta, és a szükségesnek ítélt beavatkozásokat elvégezte ez az ember egyébként. 2013 nyarán több esetben is vénás injekciót adott be a kollégáknak. Volt, akit köhögés miatt stetoszkóppal meghallgatott, a vizsgálat alapján hörgős tüdőgyulladás diagnosztizált egyébként, majd szükségesnek ítél gyógyszereket is átadta. Oh. Aha, tehát fölírni nem írt gyógyszert, ugye ahhoz nem volt jogosítvány, hát de ahhoz nem tudsz, hogy jó, igen, vény kell meg orvosi pecsét. Arról nem szól a fáma, hogy meggyógyultak-e, vagy oda van mindenki. Mert egyébként, ha meggyógyultak, akkor mi van? Akkor jól csinálja a dolgát az hát, ember. Igen, igen, de mi van, hogyha ha esetleg mellé szúr, vagy de nem szúr, olyan... ha nem szúrt mellé, akkor ne legyél már rossz indulatú. Jó. Én azt furcsálom, hogy ezt hívják kuruzslásnak. Én mondom őszintén, azt hittem, hogy ez a kuruzslás, ez csak ilyen, mit tudom, valaki kiadja magát természetgyógyásznak, és akkor jön, és akkor mit tudom, én előveszi a kígyófarkat, a birkahájat, meg azt mondja, hogy itt van, megjött Biri néne. Igen, a sarokban új pádre egy gömb fölött, igen, egy kecskevért iszik. De mi az, hogy vénás injekciót adott be a kollégáinak? Tehát, hogy sokféleképpen gyógyítottak már engem, amikor volt valami baj. Betegek gyakorolt lehet. Hova adsz be vénás injekciót? A vénába. Igen. Maximum C-vitamint szoktak nagy dózisban vénába beadni. Lajoson, tudsz egy kormánya vagy egy kézzel vezetni? Add már oda a jobb kezedet, mert szúrnék rajtad egy vénát. Na, játsszuk el akkor ezt a szituációt. Jó? Jó? Én leszek a doki. Én szúrok. Tessék? Te szúrsz. Igen. Én leszek a doki, ti bejöttök hozzám rendelésre. Hívtunk ide egy házi orvos csak azért, hogy elmondja nekünk, hogy jól csináltam-e mindent, jó? Keri Csokkolom Éva, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, illetve hogy esetleg, ha valami olyan dolgot csinál a Balázs, ami végzetes lehet az egészségünkre nézve, akkor azt meg tudja akadályozni. Jó? Igen. A doktornőnek az lesz a feladat, hogy a rendelés végén elmondja, hogy mennyire voltam szakszerű. Nem is kell megszólalni, elveszük a doktornő eszközeit, és a végén elmondani, hogy mennyire voltunk szakszerűek. Jó? Oké. Okay. Most a fehér köpenyt azt nem veszem föl, ez úgyis... Hát dehogy nem. Tessék? Hát dehogy nem veszed föl. Én nem megyek be egy fekete pólós... Mondjuk ettől még ANTS-es is lehet. Én nem megyek egy fekete pólós dokihoz. Így. Na. Most már jó. Tessék. Laci. Te jó. Én vagyok a fehér köpenyes doki. Jó? Te vagy a beteg, bejössz igen. hozzám, észreveszed-e, illetve a doktornő utólag mit mond, hogy milyen volt a kezelés, de te, mint laikus, mint beteg, észreveszed el, hogy Bali a sarlatán ül veled szemben. Milyen doktor jelei vannak? Doktor Sebestyén rendel. Doktor Kalmó Piri. Jó, igen. Doktor Végbélkúp, igen. Rendel, doktor Végbélkúp. Na, jössz hozzám, jó? Stetoszkópot nyakba. Berakom a stetoszkópomat a nyakamba, meghallgatlak, diagnosztizálok. Jó. És... Úgy. Az a... Oké? Jó, ide jó. Na, jössz hozzám. Jó, gyere be, ülj, gyere, gurulj ide székkel, jössz hozzám, mondd el, hogy mi bajod van, megvizsgállak, és megpróbállak meggyógyítani. Figyelj, jó? Én látványra becumiznám. Gyerekek. Nagyon korrekt. Komolyan mondom, tényleg kicsit felhajtva, ízik gallé. Ahogy kell, dizájnos. Azért annyira nem áll jól neki a köpenyferi, hogy már így látványra becumiz.
Jó, doktornő, tessék figyelni, hogy mindent rendben talál el, legyen olyan, mint egy lottó sorsolás, jó? Igen, igen. Kérdezzük én doktor Sánta Évát, hogy mindent rendben találta a vizsgálatod. Így van, mindent rendben találtunk. Jó, na, jössz hozzám, oké? Hát te nem haldoklasz, csak beteg vagy. De rohadtul. Jó napot kívánok, doktor úr. Jó napot kívánok. Paraszt, köszönj már vissza. Jó napot kívánok, doktor úr. Jó napot. Jó képet festünk az orvosokra. Ha már így rákérdezed, hogy mi bajom, miért jöttem, akkor elmondom, hogy... Na, gyorsan, hogy két napja rettenetesen szúr a melkasom. Szúr a melkasa. Itt a szegcsontom alatt. A szegcsont alatt. A szegcsont alatt. Mondjon valamit, ami érdekel. Jó. Támogatom a hálapénz intézményét. 10 000 forintnál kezdődik a vizsgálat doktor Sebestyénél. Jó, vegyél a fősőjét gyorsan, jó? Köszönöm szépen. Rövid lesz a vizsgálat, gyors lesz a vizsgálat. Jó, meghallgatom gyorsan a stetoszkópon. Erről hátul mérünk gyorsan egy vérnyomás, belenéznék a szájába, és mondom, hol érzi a fájdalmat? A szegcsontom. A szegcsont. Ja, már csak olyankor, ha beszélek. Jó, picit meghallgatom, jó? Doktor, eddig jó? Eddig nem buktam le sehol, nem? Lebuktam valahol? Hát egy kicsit érdeklődőbb lehetett volna. Hát jó, hát ma ő a századik, tudja doktornő, tudja mennyire ki vagyok? Ha már rég otthon lennék. Már 7:21 van. Hétig tartott a rendelésem. Ide eszi a fene 7:21-kor. Szúr a szegcsontja. Hát érdekel kit engem ez, doktornő? Hát. Na. Hú, mit, erre kíváncsi vagyok, hogy mit hallasz. Na. Sohajtson nagyot legyen szíves. Ez most a sohajtson nagyot legyen szíves. Kiabálj bele a stetoszkópba. Kihabálj bele a stetoszkópjába. Hát nézze, egy pici bronhitiszt hallok. Igen. Egy pici bronhitiszt, igen. Egy pici bronhitiszt. De csak pici. Igen, úgy néz ki, hogy egy pici bronhitisze van. Tudja, mi ez a bronhitisz egyébként? Nem, de nagyon rosszul hangzik. Ne, életbe fog maradni. Megkopogtatom a hátát egy kicsit, legyen jó? Legyen szíves. Jó? Valaki be akar jönni. Kopogtatom János hátát egyébként. Hűsed rendesen. Igen. Ott. Jó, hát ez egy pici bronhitiszerű dolog. Ez tüdőgyulladás akkor egyébként... Akkor már az első diagnózis is jó volt ezek szerint. Tüdőgyulladás egyébként még nincs, de egy bronhitiszerű, egy hörgőgyulladás. Mit javasol? Még a szájába szeretnék egy kicsit belenézni. Jó, nyis, mondja nekem egy nagyát. Nagyát? Aha. Tollal. Nagyá. Hát nagyon tűzősek azok a mandulák. Igen, és a bal alsó négyesen aha is baj van. Nyelv szörnyen lepedékes. Aha, így van. Hát, tűzősek azok a mandulák. Jó, igen. Doktornő, eddig? Hát, nem vagyok megelégedve. Nem? Nincs megelégedve, doktor? Jó, majd a végén. Igen, jó? Majd a végén. Van itt egy doktornő. Jó. Fölírnék erre egy nagyon széles spektrumú antibiotikumot. Jó? Jó, jó, egy jó olyan antibiotikumot. Szeretem a spektrumot. Discovery-t is. Egy széles spektrumú antibiotikumot, egy Augmentin Duo-t tudnék erre felírni. Jó? Ezt 7 napon keresztül kell szedni, napi egyszer. Jó? 7 napon fontos, hogy az antibiotikumot szedjük végig. Ha a 4. napon jobban van, akkor ne hagyja abba, jó? Mert az antibiotikum csak akkor, ha te előbb abba hagyja, akkor rosszabb hatást érünk, amit el se kezdtük volna szedni. Jó? Ez egy nagyon széles spektrum antibiotikum lesz, el fog múlni. Engem jó? Most győztél meg. Így van. Szedjük végig. Szedjük végig. Szedjük végig, igen. Tehát mi szedjük. Lököm a szlenget, persze. Ez nagyon jó volt. Ez komolyan, ez igazi doktor. Nagyon fontos, a sok folyadék 2 napig maradjon otthon. Az antibiotikum mellé fölírnék magának egy bélflóra helyreállított, jó? Jaj, azt nagyon megköszönöm, nem, de... Szedélyed? Szerintem. Maga, ostoba. És hogyha... Igen? És 4 nap után jöjjek vissza kontrollra, hogyha súlyosodik nem, a akkor szedjük végig a bronhisztit. Ne, hisztizenit nekem. Szedjük végig az antibiotikumot, igen? Jó? Egy pici fekvés, jó? Nem biztos, hogy tüdőgyulladás lesz belőle, de mindenkinek antibiotikumot írok föl. Mert ezt az egy gyógymódot ismer. És azt fizet a legjobban vissza. És azt fizet a legjobban. Na! Miért már egy vérnyomást azzal a pumpással? Kétoldali bronhitisnél ez egyáltalán nem számít. Köszönöm, jó, a szemét hagyd nézem meg? A szemét hagyd nézem meg, hogy van-e sárgaság. Aha. Szemét. Egy pici bilirubint látok a szemében. Tudja, mi a bilirubin? Nem tudja, mi a bilirubin. Honnan tudná, hogy sose járt iskolában. Jó, a bilirubin az epefesték, jó? Epefesték, igen. Felírom. Semmi, az egy májenzim, ne törődjön meg. Jó, semmi köz a betegség. Semmi köz, de hogy jöjjön vissza azzal egy hét múlva. Jó, 8000 forint lesz. Na, doktornő, azért megtévesztő tudok lenni, nem? Milyen volt? Hát az igyekezett az rendkívül dicsérendő. Széles spektrumú antibiotikum 7 napig.
Sajnos a dózissal nem volt egészen tisztában a doktor úr, mert az Augmentin duónak nem azért duó, mert naponta kétszer kell szedni. Egyet mondtam. Egyet, mert kettőt fejlesztették. Az a probléma. Miért? Igen, mert napi kétszer, kettő az adagja. Igen? Bizony. Akkor nekem félrevezettek, mert pont egy hónapja szedtem, hét napig szedtem napi egyet. Akkor félrevezették. Fogadjunk a doktornővel. Fogadjunk. Tartja a doktornő öt guba. Júli, gyorsan nyomtassuk ki ennek a gyógyszernek, hogy mennyi. Akkor vagy félrevezettek, vagy rosszul szedtem. Hét napig szedtem napi egyet. Hát van ilyen kaciduno, van ilyen levofloxacin. Az is széles spektrumú, így van. Széles spektrumú, abból van rengetegféle, a savulintól a bármelyik. Na, de milyen volt a bilirubin, milyen volt a bronhitis, milyen volt a hörgőgyulladás, hát azért ezekkel megvettem olyan itt, nem? Milyen volt? Jó volt? Hát azért, akinek a mellkasa fáj, annak azért illik az EKG-t, a szívét meghallgatni, akinek hörkurutja van, annak illik a hátát meghallgatni, mert elsősorban ott hallatszik, akkor is előfáj. Ez a hátkopogtatás, ez egyáltalán, ez mire való? Ezt annyiszor láttuk, de hogy így, hogy azon mit lehet megállapítani? Hogy fáj a doktor keze. Tényleg ez a kopogtatás. Szépen kopogtatta. Az kiváló volt. Teljesen szakszerű. A domináns ujjal kopogtatta a nem domináns kéznek a második vagy harmadik ujját. Tökéletes. Csak mondom, mindent. Ez arra való, hogy csak valami nagyobb. Használjon. A domináns ujja már nagyon sok helyen járt. Ez az én domináns ujjam. Ő is egy jó barátok vagy. Az új beszélgetés. Igen, nagyon ügyes domináns új. Aláírattam bele egy titoktartási, de ha egyszer beszélni kezd ez a domináns új. Ugye, de az rendben volt ez a kopogtatás. A kopogtatás tökéletes volt. Na mire jó, azt azért tessék elmondani, mert még mindig bajban vagyunk. Tehát folyadékot lehet vele kikopogtatni, illetve azt, hogy valahol nincs légzés. Mert ott a tüdőnek a saját a kis hörgőcskékbe, alveolósokba, legkisebb hörgőcskékbe folyadék van, és az tompább hangot ad. A folyadék tompa hangot ad, a levegő éles hangot ad. Gyerekek, doktornőnek igaza van. Doktornőnek igaza van. Megvezettek téged ezzel a napi egyet? Öt gubát nyert a doktornő. Tényleg? Vizsdaló. Igen, a szokásos adagja naponta egyszer, naponta kétszer egy tabletta. Így van. Kétszer egy, vagy nem, Augmentin volt, vagy rosszul mondták. Na, veszettem valamit, amire rámutattak két napon keresztül napi egyet. Nem hihetetlen, hogy mit tesz a szukirányú képzettség? Hihetetlen egyébként, tényleg azért az az öt év, ugye? Hát mennyit számít az öt év? Billy Rubin a sárgasága szemből azért az egy szép megfejtés volt, doktornő, nem? Mint hát csak semmi köze hörkurúthoz. Nem, csak mondtam, hogy megfejtettem, kicsit sárga a szemfehérje, az egy bilirubin, egy epefesték túltengés. Nem azért az egy... Sajnos enzimet is mondott, ami nem stimmel. Jó, hát most az neki minden. Már enzimet mondott, ami nem stimmel. De a bilirubin attól sárga lehet a szem. Attól sárga lehet, nem hörkurúthoz. Hát igen, előjött azért az a sok-sok év skandináv rejtés. Lehet, hogy aktív duó volt? Az is ugyanaz. Az a duó, akkor kettes. Aha. Gyanús nem azért nekem. Nem azért. Kétféle hatóanyaga van. Igen. Igen, 675 mg valami, meg 125 mg valami. Kavulánsav, igen, a 125, és a stabilizálja a másikat, hogy a penicillináz bontó enzimeknek. Mit tudod hozzá? Mit tudott beadni ez az őrült egyébként vénásan? Tehát ilyet én még nem is láttam, ugye mondják, hogy bizonyos betegségek, például a nagy dózisú C-vitamin az elvileg hatásos lehet, de ez egy ilyen alternatív gyógyódni. De mit adhatod be ez a mentőápolót vénásan? Algopirint, Jézus Isten! Görcsre. De hát azért egy vénát szúrni, mondjuk egy mentőápoló lehet, hogy tud vénát szúrni, de hát azért az rámegy. Abban van elhivatottság, nem? Beadni valamit. Hát elvileg most is azt kellene tudni, hogy mentőápoló volt, vagy mentőtiszt. A mentőtisztek van joga. Ő mentőápoló volt. Mentőápoló volt. Szimpla mentőápoló, aki kicsit túlgondolta magát. Viszont látott már mentőtisztet, akinek meg van joga beadni. Sokat, igen, sokat látott. Nem olyan nagy veszélyes az a megszúrás. Azt nem tudjuk megnézni a Janin, hogy meg tudjuk-e csinálni a vénás szúrás. Az a baj, hogy Jani nem bírja a vért. Ja, nem, hát de nem, azért, azonnal elájult. Hát azért nem függ, hogy utána mit írtok fel nekem, mert nekem nagyon tetszett ez a cucis, ez a duo is, de hogyha mondjuk egy blond milf twint írnátok fel, akkor... Igen, allergiás esetekben pedig hát életmentő lehet egy vénás injekció, kálcium, stb. Hogyne, például, igen. Úgyhogy
kapsz egy anafilaxiás sokkot, akkor én beadom neked. Hát, mentőápolók egyébként rendkívül képzettek, és mondjuk nem akarom menteni, hogy kiadta magát orvosnak, de rendkívül képzettek. Én azt hittem, hogy üzemorvosnak adta ki magát, vagy nem? Nem, ő mentőápoló volt, és ott a kollégákat egész egyszerűen ellátta. Igen, mert üzemorvosként nagyobbakat lehet blöffölni. Hát az a 40 kilós öntvény, ugye Gyula, ami ráesett a lábára. Hát azért az nem használ. Jó, 1-től 5-ig milyen volt a rendeles? Tessék, az egy a legrosszabb, az öt a vérprofi. Hova tenni a doktornő? Hányos az osztályzás? 3 és feles. Hoppá! 3 és feles. Felén túl vagy, nem hoppá. Rossz. Hoppá. Valahogy van esélyed arra, hogy életben maradjál mellettem. Van. Én egyébként, hogyha én így bementem volna, lehet, hogy az alacsony iskolázottságomból kifolyólag én megkajáltam volna, de... Igen, a fehér köpeny nagyon meggyőző. Bari, a te orvosod a művészetire járt ezek szerint. Ezek szerint, igen. Na jó, van, doktornő, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy tetszett jönni. Köpenyben. Egy ilyen kis röpke segítség. Ez a köp, én ebbe beleszerettem. Kicsit olyan rossz, rossz doktornak érzem magam. Doktor úr. Ma rendelje? Ma legyen végig doktor úr. Csak annyira melegen van benne. 7:30 pontosan, Óven bácsira, Beru nénire egészen nyugodtan lehet már jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 41 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Jobban van, kedves beteg? Köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy hat az a prügyidó, vagy mit is. egy jó prügyidó az mindenkit meggyógyít. Na, drága hallgatóink, itt vagyunk, vannak közlekedési híreink, hogy mi is a helyzet, az utakon mindjárt megnézzük. Azt mondja, hogy Pécs előtt az M6-oson vadisznó kószál OST üzeni nekünk. Soroksári út 40, Boráros tér felé mosolyalbumba gyűjtenek fotót a rendőrök. Lassan. Urbino Kelly küldte ezt nekünk. M60-as pályán egy vadisznó sétál a kerítésen belül, igen, köszönjük szépen. M5-ös jakabszállás Budapest felé kutyák mászkálnak az autópályán, nagyon kell vigyázni, üzeni Melinda. M3-as Budapest felé 204-es kilométernél van egy trafink, üdv Z, 35-ös főúton Sajószögeden, a zöldségesnél ezüst fábjából trafiznak, ezt Peti üzente nekünk. Trafi a 16. kerület Szlovák útnál, ez Tigris üzente, és Csökmön a 47-esen kameráznak, Gabó küldte nekünk. Köszönjük szépen. És szeretnétek, hogy a Mokkába Zsuzsának csak 4 napra vittek be szexi göncöket? Bizony, a maival nem vagyunk elégedettek. Érted, nagyon jó ez is, csak... Helyes, aranyos, de... Hogy... Fő van nyaki gombolva. Igen, láttuk, hogy hétfőtől csütörtökig volt egy irányvonal. És azt hittük, hogy ennek van-e ma egy kiteljesedés. Hát igen, erre mi történik? Erre vissza kettő. Igen, szóljon valaki Zsuzsának, hogy legalább egyet fölül gomboljon ki, nem? Ugye? Na, ha azt megcsinálja a következő órára... Az jó fejség. Az nagyon jó. Figyelj, akkor még nem látszik semmi, de egyet, ha kigombol, és úgy jön be a következő bejelentkezésre, igen, királynő. És aztán szóljatok a Kárásznak, hogy kettőt gomboljon vissza. Igen. Főleg, hogy a pakman van. Illetve, hogy a pafának valaki hozzon egy nagyobb kanapét. Igen, érdekes egyébként. Érdekes. Nagyon furán ül. Neki mindig lecsúszik a térde a padló szőnyegre. Nem tudsz, hogy ülni. Hát én is gyűlölöm ezeket. Nem tudsz leülni. Ez 170-ig jó. Már neked csodom, nagyon alacsony. Ez alacsony, persze. Igen. Leülsz, és a térdet fönt van az egekben. Csak én tudnék lábat lóbálni rajta. Na gyerekek, egy remek hír, ami drága vasutasainknak, azoknak, akik hoznak bennünket, visznek bennünket, küzdenek a MÁV viszontagságaival, megpróbálnak időben odaérni, de nem tudnak, mert hullanak a falevelek, mert süt a nap, mert esik a hó, és küzdenek a 4 évszak ellen, ami a MÁV legnagyobb ellensége. Ugye? Tulajdonképpen. A 4 évszak és a hulló levelek, valamint az utasok. Igen. Így van. Szeretnénk nekik most egy kicsi lelki erőt adni, és elmondani, hogy tartsanak ki. Tartsanak ki, szeressék a kenyéradó gazdájukat. Mi lesz megoldás mindenre a problémára? Mindenre lesz megoldás, ugyanis jövő év végéig átöltözteti dolgozóit a MÁV. Ez az! A legfontosabban. A legfontosabbal foglalkoznak első. Na jó van. Nagyon fontos. A divatos öltözék. Fúvókat venni. A divatos öltözék már nem műszárból készül, rengeteg kritika érte őket, a téli ruhák nem voltak elég melegek, a nyári ingek, zakók rosszul szellőztek, izzadtak, csöpögtek, folyt róluk a víz, kiszáradt, jó, kicsit víz, talán. Igen, az egy kicsit túl. Talán kicsit túltoltam. És a kérdés az, hogy ugye egyrészt annak szeretném a 8 óra utána járni, hogy ki milyen egyenruhát visel a munkahelyén, ki mennyire szereti, mit viselnek a gyorséttermesek, mit viselnek a benzingutasok, kinek mit kell fölvenni, ki hogy próbálja ezt ellógni, kire mit erőltetnek rá, de kicsit még a vasutasokról beszéljünk. Hogy
vasutasok állítólag tesztelik ezeket az új forvaruhákat a nyugati pályaudvaron, Pécsen és Nyíregyházán. De jó. Ott lehet meglesni a tesztelésben lévő ugye ruhákat a vasutasokon. Hát az már önmagában egy nagy dolog, hogy nem az van, hogy megrajzolja valaki, legvarják őket, tessék, hordjad. Aha. Hanem az van, hogy odaadnak, azt hiszem 100 darabot csináltak belőle, odaadják, fölöltöznek, és már próba van, érted? Ezért ők kapnak bérkiegészítést? Mert hogy két munkakörben vannak, egyfelül ugye végzik a munkájukat, másfelől pedig tesztalanyok, ne kérdezzetek már hülyeséget. Hát de ne végezze a munkáját, tehát ez csak egy hát plusz. Nem. Csak mondom, gyerekek, 15 éve kaptak új ruhát utoljára, 1999-ben kaptak új ruhát a vasutasok, és hát már nyilatkozott, ugye még nem tudja, hogy az új formaruhák beszerzése mennyibe kerül majd, csak azt tudni, hogy nem kerül többen, mint az előző. Ez jó. Az mondjuk mindenféleképpen megnyugtató. Igen. Azt tudjuk, hogy hány százalék koton lesz? Hát nem tudom, hogy ez hogy jön most ide. Nem tudom, hogy miből áll össze, tehát hogy mennyi gyapjú, mennyi pamut, nem tudom, de gondolom a műszállal egyszer és mindenkor leszámol a MÁV. Hát hány ezer dolgozónak jó hír ez, hogy nyáron egy kicsit szellőzhetnek, télen egy kicsit melegük lehet, nem kell fázni, nem kell, hogy meleged legyen. Hát ez itt volt az ideje, nem? Hát ezeket a szörnyű, nagy, vastag, sötétkék ilyen förmedvényeket végre lecserélik egyfajta kicsit szebb anyagból, jobb anyagból, könnyebben viselhető anyagból készülő uniformisra. Nem, ezek az uniformisok, ezek az egyenruhák, ezek nagyon sokszor kényelmetlenek. Én pályafutásom során két ízben viseltem hosszabb ideig ilyen egyenruhát, vagy uniformist, vagy munkaruhát. Az egyik ugye az volt, amikor ugye nagy tarcsán védtem a hazát, illetve védtem a dobbantókat, hogy nehogy észrevegyék őket a belső orszabára, amikor kimennek piáért. Ez volt az egyik. Hát ugye azt tudjuk, hogy a Magyar Honvédség formaruhái azok nem voltak túlságosan kényelmesek, és sok volt bennük műszál, főleg a kimenő ruhákba. De például a budapesti tejipari vállalatnál én ilyen sokszor mosott cuccokat hordtam, és azok meglehetősen kényelmesek voltak, leszámítva a gumicsizmát. Tehát, hogy azok úgy nem voltak rosszak. És tulajdonképpen az öltözködésed azóta sem változott. Gumicsizma és sokszor... Ezért nem is változtattam rajta semmi. Gumicsizma és sokszor mosott ruhák. Szereted a hagyományokat. Járt járatlan érte, ne hagyja, hogy a mondást tart. Én a gumicsizmát júniusban kicsit túlzónak érzem, de hát... Jó, ha te van a komfortérzetem, meg a papír kapcsába. Oké, nézzük meg, kik járnak munkaruhába. Kiknek kell, tessék, mondjatok fejből legalább hármat, akik munkaruhába kell, hogy járjanak. Kinek van ma Magyarországon kötelező munkaruhája? Ugye gyár, vegyvédelem, hasonló. Esztergályosoknak. Esztergályosoknak, de szerintem ők azt eldöntik, hogy most ő fölvesz valamit, vagy nem. Hát, szerintem. Vagy nem kötelező? Hát, én például ilyenre gondolok. Esztergályosnál azért pucéran állni a gép mellett. Az mondjuk nagy kíván. Például a gyors étterem, nem? Ott kötelező egyenruha van. Igen. Jaj, azért akarok is korteskedni, hogy szerintem a csajoknak legyen szoknyájuk. Mert ott nadrágos a nő, és a múltkor volt egy olyan jó forma, hogy hátrafordult a izé. Ne legyen szoknya. De legyen a sült. Azt is elmondom, hogy miért. Hátrafordult, hadd mondjam el én is. Hogy már elfröccsönjön valami. Hát gondold el, hogy bejön mondjuk a gyorsétel, egy szőrös lábú nő. Fölvesz egy mini szoknyát. Nekem úgy süti a sült krumplit, hogy közben a lábáról... A lábszőr nem tud beleesni. Hát hogy ne tudnám. A lábad, mint a sült krumpli sütő. Hát de ott valaki aláfúj. Igen. Jó, akkor csináljuk azt, hogy ha a gyors étteremben dolgozol, akkor szörteleníteni kell. Mondom, múltkor hátrafordult a nagy krumpliért, azért ott... De csak igen? A szoknyavonaláig kell szörteleníteni? Persze, utána már lehet bánni, ezt úgy se látom. Mondd meg, melyik gyors étterem volt, én ott ritkán látok jó nőt. Ott volt egy. Igen? Tényleg? Nagyon. Ott kicsit mindig olyan furák az is, igen, akik ott dolgoznak. Azt mondod, nincs velük baj. Azt mondod, jó a pitéjük. Egyet értek veled, ott volt egy olyan, hogy... Oké, benzinkúton még van formaruha? Nincs. Kell nekik még valamit, hogy ott mindenki abban van? Van. Kell formaruhát hordani? Ha mindenki, valaki kis susogos joggingba, valaki kétsoros zakó. Ne, hát ott van formaruha, ugyanúgy, mint máshol. Mostanában lehajtott fejjel tankolsz. Nem emlékeztem, hogy például a Molnál, vagy a Shellnél, vagy mint az ÖMFA kutaknál van-e rendes formaruha, ami megkülönbözteti amit a Shell kutyánál. A külső fiúknak biztos, akik tankolnak, igen? Ott van. Igen, szerintem van bent is, most eszembe jutott. Igen. Igen. Az osztrák úthálózatnál például van, ott ez a sötétkék nadrág, világosabb felső, kis zöld a sapkán, vagy valami, van formaruha. Egyébként azt nekik viselni kell, igen. Rendőrök, igen. Hát a rendőröknél szerintem ez egy akut probléma. Tehát, hogy mindig kitalálok, én évről év mindig figyelem, hogy miket hoznak ilyen új cuccokat, és valahogy még mindig nem olyan csinosak, mint mondjuk a derékbe voltak a nyugat-német rendőr. Azok valahogy, én nem tudom, azok olyan lazák voltak, menők voltak, jól néztek ki, ott még egy tányérsapka is jól állt, meg bőrjakó, meg ilyesmi, annyira rendben voltak. Mi valahogy még mindig ahhoz zárkózunk.
Igen, igen, az olaszoknál néznek ki nagyon jól a rendőrök, szűkített nadrágok, szép cipő, szűkítették, fú, gyerekek, döbbenetes. Pedig egyébként semmi, kicsit be kell mindenkinek szűkíteni, de nagyon jól néz ki. Raboknál van egyenruha. Ott nem? Van, igen. Ott van egy kötelező jellegű. Nincs olyan, hogy ma nem, ma mást vennék fel főnök. Igen, ott az föl kell, hogy vedd, igen. Ugye tűzoltó, stb. Stewardesseknél például, hogy mennyire fontos, hogy mit adnak rád, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen hülye dolog, amire azt az egyenruha, de jó, nem kell hordani, és közben végigveszed a területeket, és kiderül, hogy a Magyarországon a dolgozók negyede vagy fele kötelezőszerűen hord valamilyen egyenruhát. Nem? Tanároknál már nincs, ugye? Nincs. Szegény apának csináltatok egyszer egy olyan inget, egy ilyen nyári inget, aminek egy az egyben olyan mintázata volt, mint a raboknak. És aztán valahol a híradóban látott egyszer egy közvetítést valamelyik rövétel, amit csillagott, és azt mondta, hogy akkor azt, hogy többet nem fogja hordani, mert kicsit olyan volt mindig, hogy a villamoson arrébb húzódtak tőle, meg talán rá is hívták a rendőröket. De... Jó, nézzük meg akkor, hogy ki hol milyen egyenruhát hord, jó, hogy próbálja kijátszani, miből van, mennyire figyel oda a cég arra, hogy mit kell. Ha nem akarjátok, akkor csak írjatok, mint gyorséttermet vagy benzinkutat, nem kell. Most megint, hogy pontosan melyik cégről van szó, csak nézzük meg, hogy Magyarországon erre a cégek mennyire figyelnek. Hát a vasutas munkaruhákról szörnyűségeket hallottunk az elmúlt 10 évben, nem? Uh-huh. Tehát a műszálas nadrág, a műszálas zakó, a hárommal nagyobb méretű ing, tehát hogy ott mindenféle szörnyűség megfordult. Megpróbáljuk majd a MÁV szóvivőjét, Anettet 3 mondatra elérni, hogy mivel kecsegteti a MÁV dolgozóit. Rájuk fél így 15 év után. Hány százalék pamuttal? Hány százalék pamuttal? Jó, nézzük meg akkor például, hogy ki mennyire utálja. Vagy ki tudod ezt játszani? Nem nagyon tudod kijátszani, nem? Ugye? Tehát egy gyors étterem már nem veszed föl, akkor nem állhatsz munkába. Tehát ott kirúgnak. Ott nincs mese, ezeket föl kell venni. Azért érdekes ez a dolog, mert elviekben, hogy nyilván ez nem engedhetik meg maguknak, sajnos anyagilag, de hogy ilyesmit varrathatna is magának az ember olyan anyagból, ami nem. Gondolom a fazon meg a szín van megszabva. Hát, szerintem föl kell venned. Megcsináltathatod, ha ugyanúgy néz ki, csak más anyagból van, akkor de hát kinek van arra pénze, vasutas kell, hogy mondjuk 60 ezerére levarrasson magának. Szerintem egyébként a kényelmi szempont az elsődleges, nem pedig az, hogy néz ki. Hát igen, már pont fordítva gondolkodnak. Egy kalaúznak, tehát most fellejárkál reggeltől estig, ugye télen, nyáron, és hát nem mindig első osztályon, ahol mondjuk van légkondi, hanem mondjuk azért a másodosztályon is ugyanúgy rohangál föl le, rengeteg kilométert beletesz a lábába, iszonyatosan izzadt szegény. Na jó, meglátjuk, jó? 8 után beszélünk velük, most Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Zsolti, hello, jó reggelt! Jó reggelt, morning show. Hello. Remélem, én vagyok a naphallgatója. Hát az nem, de a játékos biztos. Zsoltika, honnan jössz minket? Dombóvár. Jól van. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Hát nézd meg! Zögykölődnek a vonatom. Jó, figyelj, jön a dalrészlet! La 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 la, la na na na, na na na. Na. Hát. Halló, halkabra! Vedd halkabra a rádiót, léci. Egy fél pillanat. Letelt. Na, mi volt ez? Ez a vágyunk át, vagy... Na, az, meg vagyunk! Az, hey, az, ho, hello, hoppá! Győzikét várjuk már meg, míg beszél. Ne. De. Győzikét várjuk meg. De, várjuk meg. Romantik. Hát nagyon szép megfejtés volt ez. Hát pedig úgy izgulok, majd kérdik a kezemben a telefon. Komolyan. Zsoltiká, megvan az ajándékcsomagod, ügyes voltál, hát ezen nincs mit szépíteni, nagyon klassz voltál, megvan a bögre, megvan az egérrel átét és a nyakbalkasztó. Szép volt. Gyors volt. Hú, ezt mindent a fiaim, pont 3 fiam van, úgyhogy mind a 3-ot meg tudom lepni valamire. Jól van, megszórunk, jó? Egy istenek vagytok. Köszi. Köszönöm szépen, klassz, hát a rádió. Ciao, hello. Szia. Hello, sziasztok, jó vagytok. Ciao, ciao. Köszi, hello. Gyerekek, hát ez nagyon flott volt. Tök jó volt. Hát ez nagyon nagy sláger. Mindenki ismeri. Ezt az egyet. Nem igaz. Igaz, van még egy csomó, csak ne kérdezz más. Igen, mert mostan menünk el tovább. 6 perc múlva pontosan 8 óra érjenek azok, akik egyenruhát viselnek, mit kell, mennyire utálják, szeretik, miből készült, hány számmal nagyobb, ennek próbálunk utána járni a hírek után. 6 perc múlva pontosan 8 óra. 8 óra múlva 10 perccel, hello mindenkinek, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, hello Jani, hello Feri, hello, jó reggel. Itt vagyunk a klasszon, és mit látsz, mit nézel? Hát ja? Nézem, hogy kigombolta a felső gombot, Zsa. Szerintetek? Ki? Én.
Ja nem. Közelebbről mutassátok már. Opcsik. Szerintetek egyel kevesebb, vagy ugyanannyi, mint volt? Nem, mindjárt, mindjárt mutatnak egy közelebb. Az a baj, hogy nem tudom levenni a szemem pakma hasára. Hát fura gusztus mondjuk. Na gyerekek, itt vagyunk, közlekedési híreink is vannak. Milyenek a csibészek a debreceni bevezető szakaszán? A D3-ason írja valaki. Olyanok vagytok, mint Erős Pista. Jó a pörköltnek. Megadjátok a nap ízét. Az utazó küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Aztán elromlott a Szerencs utcai fénysorompó, óriási a dugó, mindenki vigyázzon. Ezt István küldte nekünk. Nagycserkesz belterületén szürke szárból fotóznak, Nyíregyháza irányában. Csabi üzen nekünk szép napot. Drága fotók készülnek az M0-áson, a Rákosligeti felüljáróról az M3-as felé, küldte Orsi. M1 Bécs felé a 145-ös kilométernél szintén trafi, üzeni LH. És Hevesen Tenk felé mérnek a szerbek, ezt Ádámka küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig ugye az egyenruhákról beszélgettünk, és arról, hogy vajon Magyarországon hány cég kötelezi a dolgozóit, hogy hordjanak egyenruhát, ki utálja, ki szereti, kinek, melyik cégnél milyen típusú egyenruhát kell hordani. Úgyhogy ezzel a témával foglalkoztunk, mert hogy a mávosok új egyenruhát kapnak, és drukkolunk nekik, hát ők azért azok a láthatatlan dolgozók, akik ugye tesznek, vesznek azért, hogy sok-sok ezer ember minimális késéssel érjen oda, ahova oda kell, felszállnak a vonatra, vezetik a vonatot, irányítják őket, ellenőrzik a jegyeket. Hát megérdemlik 15 év után az új egyenruhát, erről van szó szerintem. Abszolút kiár nekik, rosszat lehetett hallani eddig az egyenruhákról, műszálas, 6 számmal nagyobb, nyáron szakadt róluk a víz, télen fáztak, de most 15 év után új egyenruha van. Na, szerettünk volna megszólaltatni mávosokat. Írt egy mávos nekünk, aki jelen pillanatban teszteli ezt az egyenruhát, de nem akar beszélni, mert félti az állását. Értelemszerű. Igen, azért. Teljesen jogos. De hogy egyébként ez milyen hülyeség, nem? Hogy illetve... azért egyébként kirúgni valakit, mert elmondja egy élő kereskedelmi rádió reggeli műsorában, hogy én tesztelem az egyenruhát, ez ilyen, ez olyan. Igen, hát... csak valószínűleg nem olyat mondana. Aha, igen, meg az nem biztos, ugye... lehet, hogy az új az jó már, nem tudom. Nem, hogy fénytokos telefonja van, és ugye annyira fel van töltődve a műszám miatt, hogy mindig, amikor SMS-t akar írni, akkor megrázza. Na, Juli, hello! Igen, beszéltem a hallgatóval, és azt mondta, hogy próbahordáson vannak náluk a ruhák. Na. És hát igen, hogy nem azt mondaná, hát 3 számmal nagyobb a ruha, amit kaptak. Uh-huh. És, de és le kellett például, adni előre a méretet? Igen, vagy? Méretvétel volt, levették a méretet, elkészítették a ruhát, és mindenkire nagyobb volt. Állítólag a gyár utólag ezt korrigálta, tehát visszahívták és bevették, de még így is sokkal nagyobb. És kérdeztem tőle, mennyiben más, mint az előző, azt mondta, hogy talán stílusában egy kicsit modernebb, de például színvilágában nem nagyon változott, ez a sötét kék, egy picit más a logó rajta, tehát beszélgették a kollégáikkal, hogy szerették volna, hogyha ez egy kicsit változik, nem sokat változott. Jó, de a színvilág az egy szubjektum szerintem, igen. Szóval az eldönt, hogy kinek melyik szín tetszik, az egy szubjektív dolog. Itt az anyag, amiben viszont mindenki izzad, az a fontos, hogy azért azt szeretik, jó, vagy arról tudunk valamit? Azt mondta, hogy elegánsabb a holmi, anyagát tekintve, ő ezt nem tudja megítélni, szerintem nem 100% műanyag, talán egy kicsit jobb lesz, de hát ez nem a üvóboz, tehát. Na de az, hogy, hogy 3 számmal nagyobb, az ugye pozitívum, tehát ő úgy gondolt, hogy jobb az előzik, mert nem izzadsz bele annyira, ez egyébként tök praktikus. De most ne legyetek rossz indulatokat, azon még lehet javítani, hát ez most még nem kész dolog, ez most csak próba, hordás, hát majd visszaküldik és beveszik. Nem, most az, hogy kicsit nagyobb, nem, az, hogy szellősebb a ruha, illetve azok, akik például ingennyi hip-hop vonalon mozognak, azok sokkal jobban tudnak ezzel azonosítani. Jó, man! Hol a jegyed már? Állítólag összességében modernebb, kellemesebb megjelenést biztosít, de egyébként meg túl sokban nem változik. A logó egy picit más. A színnel már csak azért sem tudsz mit kezdeni, mert ez ugye a MÁV-nak a színe. Az hát meg a sötét szín azért, mert ha koszosak a vonatok, akkor ne legyen koszos. Tehát a sötét szín az szerintem ebben az esetben érthető, tehát hogy azért egy egyenruha, amit nem tudsz 5 percenként tisztítani, egy sötét színű, az nem baj. A széntüzelésnél az igen, a mozdonyoknál, hogy lapátolod bele, igen, a kályhába. És tényleg azt lehet tudni, hogy ki tervezte a ruhákat, hogy ki az a cég, aki gyártja, mert az írt a kedves hallgatók, hogy az Armani tervezte állítólag az olaszoknak. Állítólag az Armani csinálja az egyenruhát. Mert akkor itt egyes mozdony típusokra való tekintettel lehetne például, hogy így dízel cuccok legyen. igen. Na, SMS-eket nézzünk, hogy van a netünk, ami drága csilingelő hangú, a netünk van. Hát kérdezzük meg 2 mondatot, ami drága a csilingelő, nem? Csilingeljen be nekünk kicsit, hogy mi van így a MÁV ruháival. Hát gyerekek, ez 1000 embert érint, szerintem ők azért minden nap serényen dolgoznak rajtunk, hogy mi odaérjünk, meg egyáltalán fontosak, úgyhogy 2 mondatig törődjünk velük. Van a net, Juli?
Nincs? És nekünk is jobb még lesz, akik vonattal utaznak, egy jókedvű kallerrel találkozó, nem? Aki nem izzad, az tök jó szerintem, utasnak is, ezt én... Izzadok én helyette is. Na, addig egy-két SMS, jó, hogy mit írnak az emberek a munkaruháról? El tudjátok a hangomat torzítani? Szívesen beszélek egy multiról, kérdezi valaki. Én szállodában dolgozom, Hilton egyenruha kötelező, de szoknya nincs a méretemben, a blúzban meg lehet sülni, a blézerről pedig rendszeresen leszakadnak a kapcsok. Volt már, hogy nekem kellett megvarnom, mert a textiles néninek nem volt kedve. Aha. Inkább pletykált egyet a szobalánya. Ide nekünk Anna. Ápoló vagyok, 3 számmal nagyobb ruhát kaptam, vasalatlan, durva, rossz anyagú, moshatatlan, undorító, írja Zsuzsa. Ebben van azért érzelem, hogy ilyenben kéne dolgozni, igen. Én az egyik multinál dolgozom, van nálunk is munkaruha, ami télen hideg, nyáron meg még onnan is folyik a víz belőlem, ahonnan lehetetlen lenne. 2 mosás után összemegy és kifakul, utána mintha egy női top lenne rajtam. Az acélbetétes csónak is egy álom nyáron, írja Bence. Hogy azért ez tényleg mennyi embert érint, ugye? Én multi lennék, én nekem ez egy nagyon fontos szegmense lenne a munkaköri leírásnak, hogy olyanba járjon, ami tényleg elviselhető. 8-10 órát hordani valamit, az nem egyszerű. Német cég tisztítószerével foglalkozunk, szállító vagyok, szürke nadrág, narancssárga, kukásszínű kabát, de nagyon jó minőségű, csak szinte csak a színe miatt cikírja Attila. Hát az nehéz szóval tenni, igen. Biztonsági őr vagyok, előírják, mit viseljek, de semmit nem adnak. Hát igen, ez a másik része a dolognak. Igen. Mi postán dolgozunk, és nagyon szeretjük, van pozitív példa is. Zöld kis kendőnk van, nagyon szeretjük, a fehér ingünkkel együtt, ami megy a zöld ajtóhoz, így beleolvadunk teljesen a környezetbe. Igen, a csajos ruházat jó. Igen. Igen. A BKV-s ruha nem elég, hogy az ing, amit ránk adnak, úgy néz ki, mint egy pizsoma. A nadrág undorító műszálas, nyáron belerohadsz a 45 fokos villamos fülkébe, a kabátot néhányszor kimosod, úgy kifakul, hogy konkrétan hajléktalannak nézel ki. Pulóvert meg se említem, több műanyag van benne, mint a Barbie babában. Gézu. Gézu írta ezt nekünk. 196 centi vagyok, 130 kiló, kaptam egy akkora pulóvert, ami jó lenne nekem sátornak. Írja egy hallgató. A feleségem légiutas kísérő, még az is meg van határozva, hogy milyen órát vehet fel. De az nekem tetszik. Jó. Ezt Juvik jók. Igen. Jók. Jók. Igen. Az egyenruha is, hogy jó rajtuk. Igen. Na itt van a net. Itt. Ami drága Anettünk. Anett, hello, jó reggelt! Jó reggelt, hello. Na mi a helyzet? 17 év után vettetek egy nagy levegőt és cseréltek? Pontosan erről van szó, igen, hát 17 ezer dolgozónk van, aki napi szinten találkozhat az utasokkal, és alapvetően onnan jött az ötlet, hogy mindig megkérdezzük az utasokat, hogy jelezzenek vissza nekünk a szolgáltatásainkkal kapcsolatban a SMS-eiteken túl is. Illetve az ügyfélszolgálat. Náluk egyfajta szolgáltatási hiányosságot jeleznek általában SMS-ben, igen. Igen, de az a legtöbb. Tehát ezen túl is fontos, hogy megkapjuk az utasok visszajelzését, ugye, mert dicsérettel, pozitív visszajelzéssel nem mennek be általában az ügyfélszolgálatra. És nagyon örültünk, amikor ennek az eredménye az volt, hogy leginkább a jegyvizsgálókkal vannak megelégedve az utasok. A 1-es és 5-ös között kellett osztályozni, és 4,3-4,4. Ez most hogy jön ide, Anett? Nem teljesen értem. Hogy például a jegyvizsgálók munkája, a jegyvizsgálók ruházata fog megújulni. És ezt szerettük volna, hogy már megjelenésükben is látszon ez. Ki kapnak még új ruhát? A kalauzók, mozdonyvezetők, vágány között vonatot ellenőrzők? Mindenki? Vagy egyelőre csak azok, akik ott ülnek a fülkében és jegyet adnak el? A jegyvizsgálók, a pénztárosok, a forgalmi szolgálattevők, ők azok, akiket lehet látni a vonat érkezésekor és az indulásakor, hogy kijönnek az állomásépületből, és egy vörös sapkával segítenek a menesztésben. Azon vezetőknek most nem változik a ruházata, őnekik a későbbiekben tervezzük a farmert bevezetni. Na, tényleg farmerben lehet majd mozdont vezetni? Hát az nagyon. Igen, ez egy jelenlegi terv, és most itt tudtátok meg először. De jó. Hát már az aranyások hordták ugye az 1800-as évek végén, tehát abszolút egyébként lassan itt van az ideje, hogy farmert hordjanak. Igen. A kalauzok kapnak új ruhát? Igen, ők kapnak mindenképpen. Küldtem is nektek fényképeket, nem tudom, hogy megnézni. Most gyorsan reggel, pont egy jegyvizsgálói kollekciót küldtem át. De valakire rádobta gyorsan és körbefotóztad, vagy volt kép? Ennyire igyekszünk, hogy megfeleljünk nektek. De drága vagy, mindjárt megnézzük, még nem kaptuk meg, de ha átjön a Laci, akkor behozza és megnézzük. Ugye itt az előbb elhangzott, hogy az olaszoknál Armani tervezésű a formaruha. A ti formaruhátok az valakihez köthető? Tehát egy híres divattervezőt megkérdeztetek, vagy azt mondtátok, hogy van nekünk erre emberünk?
optimális lett volna ez a helyzet, de nálunk elsődleges szempont a költséghatékonyság közpénzek felhasználása révén. Ez egy nyílt közbeszerzési eljárás volt, nagyon fontos szempont volt az, hogy az eddigi bekerülési összeg fölé ne menjünk. Hát nem vagytok egyszerű helyzetben most, hogy megszűnt a vörös október ruhagyár. Igyekeztünk olyan tárgyalásokat folytatni, hogy minél kedvezőbb áron jussunk ezekhez a ruhákhoz. Figyelj, Anett, szakítotok a jól bevált műszállal? Ugye sok mávos ír nekünk, hogy hát azért ezek a legkeményebb pillanatok, főleg nyáron, tehát van-e némi modernizálásra lehetőség, mit tudom, egy gyapjú, vagy pamút, vagy bármilyen, ami egy kicsit emberbarátabb. Mivel igen, tudnám kecsegtetni a dolgozókat? Egyértelműen meg tudom erősíteni ezt. Igen, ez alapvető szempont volt. Mind a munkacsoport részéről is, tehát akik ezeket a ruhákat tervezik, és az anyagokról döntöttek, mint pedig a szakszervezet is kérte. Ezt maximálisan sikerült figyelembe venni, sokkal kisebb lesz a poliészter mennyisége az anyagokban, de hát valamennyire ugye mindenképpen szükség van. Például nagyon fontos szempont volt az, hogy könnyebben lehessen vasalni az ingeket, hogy ne folyjon be egy kabáton, egy esőkabáton, még a varrásoknál se a víz. Hát ez ilyen gyakorlati... Ez mondjuk a kabátnak alapfunkciója. Ez elvárható funkció, de ez jó, hát ez fontos. Nektek, mint szóvivő, vagy neked, mint szóvivő, van egy ruhád? Nekem nincs egy ruhám. Uh-huh. Tehát, hogy te kreatív, amit reggel magadra kapsz. Igen. Hát illetve a pulpidós nagyon sokat kitakar belőle, tehát csak blúd lehet kell. Bármi. Igen, van lábam is, igen. Igen. Nem csak egy felső testből lesz. Mikor kapják meg egyébként, vagy mikor lesz ebből még most itt a tesztüzemen kívül már beüzemelt ruhaváltás, mikor várható? Szeretnénk ezt 2015-ben elindítani, de hát ugye 17 ezer munkavállalóról beszélünk, most ezzel a 100 darabban Pécs, Nyíregyháza és a Budapest nyugati pályaudvar környékén lehet találkozni. De még egy év a tesztüzem? Hát jó sokat. Ugye most ez a 100 darab van a munkatársaknál, egy hónapig tesztelik, megjönnek a visszajelzések, azt igyekszünk maximálisan a lehetőségek függvényében figyelembe venni, és utána ki kell írni a sorozatgyártásra egy új közbeszerzési eljárás. Aha, uh-huh. És ez egy picit időigényesebb, és utána tud elindulni a sorozatgyártás. A tesztelők azok önkéntesek, vagy ki lettek jelölve? Igen, nagyon fontos volt, hogy minden munkaterületről legyenek munkatársak, és ők ezt vállalták. Na jó van. Oké, Anett, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, várjuk az utasok visszajelzéseit. De mit írjon az utas, hogy tetszik, hogy nem tetszik. Tetszik, hogy nem tetszik. Mit javasol, mi nem tetszik, ez konstruktív javaslatokat várunk. De ők már úgy tesztelik, hogy forgalomban vannak? Így van, ők Nyíregyháza és Pécs, illetve nyugati pályaudvaron úgy dolgoznak, hogy már ebben az új egyenruhában. Hát az utas ugye leginkább a jegykezelővel, a kalauzzal találkozik. Hát igen. És a kalauz szól, hogy nézze meg, ez az új, mondjon rá valamit, mert ugye az utas nem biztos, hogy megismeri, ha ugyanaz a színvilág. Vannak nagyon kommunikatív jegyvizsgálóink is, akik szívesen beszélgetnek az utasokkal, el tudom képzelni ezt is, igen. Az a baj egyébként, hogy ez egy kétélű fegyver, mert hogyha nagyon csinosak lesznek, meg nagyon jól fognak érezni az a ruhákok, azt fogják mondani, hogy na erre persze van pénzetek. Ha nem elég jó, igen, akkor meg abba kötnek bele. Tehát nagyon semmi nem jó, igen. Például rövid nadrág a kalauzoknak, például nyáron a 40 igen, fokos kocsin. Igen, annyira vártam ezt a kérdést. Látod, Anett, látod? Nem kellett csalódnom. Persze. Nem lesz rövid nadrág a jegyvizsgálóinknak. Őnekik egyéb könnyítéseket adunk a nyári időszakban, tehát például nem kell hordani a blézert, nem kell hordani a zakót, nem kell hordani a nyakkendőt. Egy vékonyabb, rövid ujjú inget tudnak hordani. Uh-huh. Ez jó. Tehát más módon próbálunk úgy könnyíteni nekik, hogy ezért méltóképpen tudják képviselni az utasok felé a vasúttársaságot. Anett, nagyon szépen köszönjük, késésmentes napot kívánunk nektek. Köszönjük szépen. Jó munkát, Szabó Anett, Márszóvívő. Köszönjük szépen, csáó Anett. Anett, nagyon tüktig. Nagyon. Mindig precíz, pontos, szimpatikus. Igen. Fura ellentmondás ez a mába. Tervezze a szecsődi karcsia ruhákat, írja valaki, annak lenne színvilága. Igen, 2500 forintos acélbetétes cipőket hordok, munkavédelmi nagykernél kell dolgoznom, írja nekünk, mondj. Hát igen, az a baj, hogy az ilyen, tehát hogy annak azért funkciója van. Tehát igen. Az acélbetét az azért szükséges. Igen. Valaki csak annyit ír, kit érdekel, úszómester vagyok, köszönjük szépen, hát az mondjuk nagyon jó. Igen, van egy hallgatónk, Levi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Levikém, te hol dolgozol? Nem kell konkrétan, csak úgy értsük, hogy...
egy tradicionális amerikai gyorsétteremnek voltam a dolgozója ezelőtt még. Hát nem dolgozok már ott. Aha. Jó, az a gyorsétterem mindegy is, hogy melyik nem kell most őket így külön bántani. Oké, szóval, hogy neked volt egy ruhádat, ott van formaruha, nem? Én oda mentem dolgozni, akkor még ilyen diák szövetkezetesként mentem oda, és amikor volt az első napom, amikor adták a munkaruhát, akkor kinyitottak egy ilyen szekrényt, és akkor így akkor itt van a munkaruha, két darab ing, egy darab nadrág. És akkor így mondom, hogy ezek újak, vagy ilyesmi, hogy nem, hát ez a dolgozók, aki volt itt, elment, és azoknak a munkaruháját kaptuk meg, és azoknak a munkaruháját adták oda, akik már ott dolgoztak. Tehát végülis használt munkaruhába kellett dolgozni. Hát figyelj, kimosva, kivasalva, nem? Hát az elment egy pacsolatban, nincs elszakadva, kimossák, kivasalják. Én is vásárolok túriban. Ennyi, igen. Nincs az a baj. Igazándiból olyanok voltak csak problémák velük, hogy tehát így elhasználtak voltak. És nem voltak olyanok, akik úgy kiszelektálták volna, hogy ezt most már úgy nem kéne. Mit csináltál egyébként? Mi volt a feladatod? Melyik részlegen dolgoztál, vagy melyik szekciónál? Ez érdekes, mert nincs így különleges így feladat, mert mindenki a konyhán kezd. Aha. Mindent meg tudjon tanulni, és utána szépen halad, fokozatosan halad a kassa, és a vevők felé. Én vezető beosztásból jöttem el, már úgymond ilyen csoportvezető voltam. Nekünk például kötelező volt a nyakkendő. Csak csoportvezetőknek és műszakvezetőknek volt kötelező. Nekem az például nagyon tetszik ezekben az éttermekben, hogy tudom, hogy ki a góré. Igen, látszik. Tehát, hogyha nincs elég só a sült krumplin, vagy mit tudom én, nem kaptuk meg a majonézt, akkor testvérem. Managerként. Gyere ide! Azt szeretem, hogy valahogy egy kicsit megkülönböztetik egymást. Ez nem egy rossz dolog, hogy aki nyakkendő, az tudott, hogy a részlegvezető, a csoportvezető, ha a csoportvezető nem aluszik, ugye volt ez a... Emlékeztek, erre a csoportvezető aluszik. De hogy ez egy jó dolog. Engem konkrétan dobtak már meg Schallburgerrel, azt mondták, hogy nem dobtak. Várj, és fájt! Mi volt? Nem hallottuk a végét, mondd még egyszer? Nekem konkrétan volt egy olyan sztorim, hogy mellkason dobtak egy Schallburgerre, és azt mondták, hogy bele van csomagolva egy tálkás kecsap, úgyhogy... De mi hát volt? Mi volt a baj vele? Hát kicsit illuminált állapotban volt az úriember, aztán mondta, hogy belecsomagoltam neki egy tálkás kecsapot a szendvicsébe, és így mellkason vágott vele, hogy akkor ezt egyen meg én. Tehát tudnék mesélni ezekről a történetet, az 5 év alatt azért van rengeteg olyan történet, amit az emberi butaság, meg az emberi dolgok azok úgy előjöttek ezekbe az 5 év alatt. Figyelj, ezekben a gyorséttermekben miért akarja mindenki erőszakosan visszaadni a borra valót? Tehát én nem, van, amikor ilyen persejbe dobok, mert... Nem tarthatják meg. Egész egyszerűen van bizonyos százaléka egy nap, amit a bevétel a kasszának, és egész egyszerűen nem tarthatja meg a borra valót. Tehát van egy bizonyos összeg, ami nem tarthat meg, és ezt mindig bele kell dobja a segítő persejbe dobok én is, néhány helyen még kívül szoktam használni. Ja, hogy nincs borra való megtartás. Akkor is lesz egy, ha kevés a kassa, tehát ha negatív vagy, de ha plusz, tehát azt van 5, akkor is ugyanaz van. Így van. És ráadásul ugye az volt a legvizesebb a történet, amikor ugye én oda kerültem, amikor ilyen sötét színű munkaruhánk volt, azt lecserélték egy pirosra. És én mondtam, hogy nem vagyok hajlandó felvenni, nem vagyok egy náccár típus, tehát inkább a Ferinek a test... Hát rendes férfi, alkata, világos. Igen, százfél az ember, nem ember az ember, és mondtam, hogy ezt nem vagyok hajlandó felvenni, hogy én hogy ezt inkább... Na jó, de hát az szubjektív, hogy az ember mondjuk a szín nem szereti, persze, hát az már... Nem a színnel volt a probléma, hanem azzal volt a probléma, hogy konkrétan felvették azt ugye a többi munkás, hogy kénytelen volt felvenni, és akkor így ilyen a műszám miatt kipattogott Jó van. Igen, persze, nyilván igen. Levi, te most mit csinálsz? Hol dolgozol? Én most teljesen más, valamilyen faiparban. Még messzire sodrottál a krumplisütéstől azért. Tehát hogy egy ilyen hirtelen irányváltással. Jól van, köszi, hogy jelentkeztél. Ciao. Sziasztok, szép napot. Hello, Levi, vigyázz magadra. Ciao, hello. Hát igen, most hallva ezeket az SMS-eket, meg látva gyerekek, örülök, hogy abba jövünk, amiben akarunk. Nem? Nekünk milyen munkaruha kéne? Ha így nagyon kéne uniformizálni. Hát...
Na? Nem tudna. Annyira más, hogy öltözünk, mint hárman, hogy nem tudnám elképzelni, hogy mi lenne a közös nevező. Tehát, hogy hol tudnál mi találkozni. Vagy, jó keki. Tehát, hogy melyik ruhatípus, vagy melyik fazon az, ahol mi találkozni tudnánk. Három teljesen különböző méretű, teljesen más ízlésű ember. Tehát, hogy nehezen tudnám elképzelni én a találkozást. Megmondom őszintén, hogy én komolyan szoktam gusztálgatni ezeket a modern menő munkaruhákat, például építőiparban, faiparban dolgozók, stb. Erdőgazdálkodásban. Mindig felszoktam menni ilyen honlapokra, és azt látom, hogy irgalmatlan jó vakancsok, iszonyú jó nadrágok, kesztyűk, felsők, polárok, stb. Marha jó cuccaik van. Na tényleg nagyon jó cuccok vannak már. Én ezeket simán hordanám utcán is. Esküszöm, szerzek és nekem egyet karácsonyra. Hadd szóljon! Munkaruhákat nézegetsz interneten. Beteg. Teljesen. 8:90 pontosan 3-as ugrása SMS-be lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek. A Vörös Október ruhagyár egyébként nem szűnt meg, Jani. Csak tényleg? Csak gazdát cserélt, írja nekünk. És ugyanaz a neve? Nyilván nem. Igen, nyilván Vörös Október ruhagyár a neve. Igen, hát gazdát cserélt, átnevezték, de hogy... Hosszú évekig favorizáltam a termékeiket. Gyerekek, a Demcsák kigombolta. Igen, nem mondd már. Tolmácsolta neki valaki a kérés, és a Demcsák kigombolta. Jó, nem mondd már. Drága. Akkor jó arc. Puszi, akkor Zsuzsi. Jó arc. M0-as 57-es kilométer trafia felüljáron egyem az uzájukat Marcus küldte nekünk. Marcus, köszönjük szépen. Gombi üzeni, hogy Debrecen felé az M3-ason a 42-es kilométernél most készülnek fotózni. M3-as 103-as kilométer szintén trafia felüljáróról üzeni Janika, és az M0-ason nem a Rákosligetnél mérnek, hanem a Cinkotai kijárat előtt méghozzá a felüljáróról. Gyerekek kirajzottak, mint a méhek a méhszagra, vagy a... A virágkorszagra. A virágkorszagra. A virágkorszagra. Oda megy. Kirajzottak, mint a hangyák a morzsaszagra. Szó. Jó legyen. Kirajzottak, mint hogy rajzottak, kifessék? Kirajzottak, mint a fecskék a légszagra. Sokat trafi, tényleg sokat trafi, úgyhogy mindenki. Na most az ki van, vagy? Nem gombolta ki. Jó, a Judynak örülünk, csak mutassák egy kicsit a Demcsákot. Nagyon aranyos a gyerek, igen. Judy is nagyon kedves. Szerintem a Demcsák ez túlságosan díva. Hogy így csak üzen neki valaki, hogy ugyan jó lenne már, aki gombol lenne a felső gombot, anyám, hogy kicsit dob már fölött a srácokat, érted, valelék baj amúgy is a világban. Én bírom, ha valaki valamit üzen a rádióban, és a tévében átadják neki, és megcsinálja. Szerintem ezt nagyon szeretem, ezt a fajta interaktivitást. Jó csaj, de szerintem nem ennyire lazán. Ki van a Demcsák mellett? Jó, a Demcsák nem gombolja ki. Nem úgy értem, most látszik a műsorvezető a másik, vagy csak a Zsuzsi van bent? Nem, ott a Pakman is. Most a Zsuzsinak a gyerekét mutatják. Aha. Jó, kérjük meg a Pakmant, hogy gombolja ki. Nem, várjál. Ha valaki hallgat minket, akkor kérjük meg, hogy a Pakman gombolja ki. Jó? Nézzük meg, hogy a Csáknak. Nem, magának. Nekem. Mióta nem tegeződtek. Tegező nyugodtan. Pakmannak szóljatok, hogy gomboljon ki egy gombot. Aha. Valaki, aki hallgat minket ennél a kereskedelmi csatornánál, szerkesztő, nézzük meg, így hogy van. A Pakma jó arc-e. Trütko, ha benn vagy. Szaladj már át, Léci, és szóljatok már a Pakmannak, hogy gomboljon ki egy gombot. Főhívom a stylist. De ne, nézzük meg, ne. Hogy szólnak-e. Ne te szóljál, az nem jó, de most valaki szól. Ismered a stylistját? A Pakmannak. Most rá tudok írni a Pakmanra, hogy gombolj ki egy gombot, de nem akarok. Tehát nem így akarok szólni, hanem hogy valaki ott bent szólja, hogy valaki hallja és eljut el, hogy a Pakman kigombolja. De akkor ne a Pakmannak mondjuk, mert hülyék vagyunk. De az ő sztájlisztját ismeri a Feri a Pakman. Ne, az egészét. Hát most, de akkor nem a Demcsákot akarjuk, hogy... Nem, hát a Pakman, a Demcsák nem gombolta, gomboljon a Pakman. De a Pakman nem XXL-ből tolja. Gomboljon a Pakman. Na, nem mondtam, hogy lesz. De készültem. Mivel? Add be, nem értem. Miért nincs beadva? Zsül! Jaj, de jó. De jó, apa, meg én mondasz, mert sír. De jó, már érzem is a dögszagot. Mennyi van ebből? De az utolsó, nem hozok többet. Mindig választok, belefáradok az utolsó, meg a többi hát az, mert a legdurvábbakat elkezdtem kiszedni a százból, a többi egészen szoftosba megy már át. Meg én nem akarnám, hogy elkezdjél inni emiatt, vagy ilyesmi, teljesen megzuhant. Drogok. Ugye 3 nappal ezelőtt szóba jött egy mesekönyv, ami bolti forgalomban már nagyon nehezen kaphatod, de sikerült megszerezni.
áll a jó Istennek. 2006-ban született állatmesék, 3 perces állatmesék. Zseniális. És hát aki hallotta a tegnap előtti adást, azóta azon gondolkozik, hogy vajon ki írta, miért írta, hol a szerkesztő felelőssége, a kiadó felelőssége, hány gyerek alszik azóta álmatlanul, és ki lehet az író, illetve mit követtek el ellene gyermekkorában, hogy ezeket a meséket megírta. Mi volt? Az öngyilkos nyulak, akik azt mondták, nem jó élni, legyünk öngyilkosak. Az oroszlán. Folytsuk bele magunkat a tóba. Az oroszlán, aki ugye fejbe rúgott egy szamár, és ezt nem bírta már feldolgozni. És meg akart halni. Volt a repülni tanuló teknős, aki aki szétlocsant egy sziklán. Így van. Illetve a békák. A békák, akik féltek a naphoz. A gyerek, akit megfojtotta saját anyja. És a majom gyerek, így van. Ő a legdurvább egyébként. Gábor a gorilla, úgy, aki az anyja ölelésétől hunyt el. Úgy van, a majom gyerek, aki ugye annyira szorít. Nem majom, gorilla. Gorilla gyerek, aki... Miért nem majom a gorilla? Mi az, mi kecske, vagy mi? Legyünk pontosak, precízek. Ja, ember szabácsuk, akkor így fogalmazok. Na, a mai mese. A legnagyobb béka. Jaj, de jó. Jó voltál ma az óvodába, Beni? Igen, igen. De azt hittem, apa, hogy a legnagyobb béka a jobb karodon van. Nem, apád már mindig nem ezt mondod. A legnagyobb béka. Hé, nézzetek csak oda, mondta béka Berci a többi békának. Berci. Micsoda jóképű fickó. A többiek oda pillantottak. Ja, az Huba a hód. Felelték. Most költözött ide a tóba. Huba. Figyelsz, Beni? Figyelek. Örülsz? Örülök még. De milyen nagy és erős, mondta béka Berci. Én is olyan akarok lenni, és olyan is leszek. Berci éjjel-nappal a tóparton ült, rovarokat evett, és egyre kövérebb és kövérebb lett. Na, mit szóltok? Kérdezte egy hét múlva. Vagyok már olyan nagy és erős, mint Hód Huba? Nem, felelte a többi béka, csak nagyobb bolond vagy. Figyelsz, Beni? Figyelek, igen. De Berci nem törődött vele, csak evett, és egyre kövérebb lett, míg egy szép napon hangos durranással szétpukkadt, a nádas is véres lett, cafatai csak úgy szétrepültek mindenfelé. A mocskos életlet, de jó mesel. Micsoda egy bolond, mondta a többi béka, Hód Huba meg észre se vette, hogy eltűnt. Aludj jól, Beni. Álmodj szépeket. Jó. Szép mese. Most itt hagylak a sötét szobában. Találd meg a véres cafatokat magad előtt, és képzeld el a mesét. Aludj jól, gyermekem. És holnap finom reggelivel várlak, még az hozzáteendő. Hát, hogy ezek a 3 perces állatmesék. Szép, nem? És miért jössz egy gyereknek a fejébe, gyakorlatilag így kavarodnak a gondolatok, a halott gorillakölyök, a szétrobbant béka, a szétlocsant teknős. Gyerekek, 3 perces állatmesék, gyerekek. Csak mondom. Na jól van. Oké, 3-asugráshoz érkeztünk, valakivel már is játszunk. 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Halló! Halló, Robert vagyok. Robert. Robert. Szia. Robi, hello. Mit csinálsz, Robi? Honnan hívsz minket? Én kérlek szépen, most az M6-os autópálya mellett vagyok, és Tolna-Baranya megyébe fogok ma dolgozni. Uh-huh. De a hangod alapján nem vagy annyira feldobva. Baj van? Vagy nincs kedve? Nem. Korán keltem, későn érek haza. Uh-huh. Ennyi. Aha, hát a békás mesé így még egész jól éreztette is magad. A szétrepülő cafatok. Igen, hallgattam. Remélem nem lehet ilyen könyvet nyerni nálatok. Nem. Á, pedig szívesen, ha lenne, szívesen adnánk. Na jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Hát szerintem egyértelműen vihető. Vihető? Aha, a nyakbalkasztó. Bekeményítettél? Körülbelül a másodiknál. Hát, ez szó. Tehát, hogy sportszerető embereknek ezt így szerintem így tudni kell. Na, meglátjuk. Mehetünk? Igen. Dedikált nyakbalkasztóért így szól az első kérdés. Hogy hívják a regényhős Robinson Crusoe szolgáját? Péntek. Hát, ilyes tészterű vagy a fám. Ugye? Hallom. Mehetünk tovább? Természetesen. Dedikált egér alá tétért, így szól a második kérdés. Hogy nevezik magyarul a biatlon nevű sportágat? Megkapkodj. Biatlon az kettő sportág. Igen. Sífutás és sílövészet? Jó, rendesek vagyunk. Sífutást az nyugodtan fejlesztem, sílövészet, egészen konkrétan ez a biatlon. Igen, lőnek, futnak, így sílnek. Ugye? Sílövészet. Futni nem. De hát sífutnak. Hát úgy igen, futnak. Hát sífutnak, hogy sívvel futnak. Hát sífutnak. A fejlődik.
Oké, harmadik kérdéshez érkeztünk, dedikált óra a tét. Ha megállsz, elviheted ezt a kettőt, ha nem, akkor hát ugye akkor még ott van a Boom Software mostanában nem ad. Nagyon régen adott. Simán megcsinálod a harmadikat. Hát, én is valamiért azt érzem, én hogy... Én azt érzem. Menni fog. Igen. Jó. Csapjunk bele, lecsóba, gyerünk a harmadikért. Én mindig elmondom, hogy lehet, hogy jobb megállni. Így szól a harmadik kérdés dedikált a óráért. Melyik világhírű rockzenekar énekese Brian Johnson? Mégse simán. Brian Johnson. Erről a zenekarról túlzás nélkül állíthatjuk, hogy mindenki hallott róla. Rockzenekar. Csak tippelek. Talán AC/DC. Mondtam, hogy megcsinálok! Így van. Vagy. Hogyha Angus Young lett volna, akkor jobban tudom, hogy biztosabbra, de akkor így is összejött. Így van. AC/DC. Jól van, ügyes vagy, tényleg megvan. Köszönöm. Cson nélkül Robi az ajándékcsomag, dedikáljuk az órát, az egér alá tétet, a nyakba akasztót, és egy szép kis, nagyon helyes Klassz FM szatyorban kapod majd meg, jó? És én külön köszönöm, hogy tudtad, mert ez a legszánalmasabb, amikor azt, hogy simán megcsinálod, és utána nem tudja, elveszít mindent. És belehergelítek a hallgatót, igen. Robikám, köszi a játékot. Köszönöm szépen, kellem a sétvégét nektek is, meg az összes hallgatónak. Oké. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gombolt a pakman? Nem látom, de hogy Lajos sem eresztette lejjebb a térre felé a nadrágot, az is biztos. Hát ezt már tegnap fölvették, biztos azért van. Igen. Nah, már a hét elején fel. Ja, hiszen ő tudja előre. Gyerekek, csak mondom, szombat 17, vasárnap 18, hétfő 21, 22, szerdán, ahogy látom, beesik egy hidegfront, 17, egy enyhe idő, egyre több felhővel. Várjál, Lajos, a felét kitakarta a szombaton, 37. Ezek a távolabbi kilátások. Jó ide, jó lesz. Na, a következő órában pedig... Na. Mi készültünk neked egy meglepetéssel, no. De csak azért, mert tudjuk, hogy imádod. Igen, tudjátok, hogy nagy meglepetés párti vagyok. Igen, készültetek nekem meglepetéssel? Kedves. De igen. A kedvesnek kedvesnek nem mondanám, de majd kiderül a dolog. Egy dolgod van, most szépen meghallgatod a híreket, és igen? Utána kisétálsz az udvarra. Igen. Udvaron kellene, nem? Udvaron, bizony. Kiviszünk a friss levegőre, ismerd meg, hogy mi az, amikor megborzolja a hajadat a szél, amikor rácsüt a nap, azt nem fogod megismerni, mert felhős az ég, de nem felhős. Végre kipróbálod te is azt az arcpakolást, amit Nicole Kidman használ, ugye ő egy aranyér elleni kenőcsát keregeti magát, nem hogy fiatal maradjon. Találgatni ér, vagy ne is találgassak? Próbáld lesz meg. Igen? Aha. Hát, enni lehet? Hát lehet enni, ha lehet. Van enni való, akkor lehet. Vagy egyél, de hát. Aha, tehát nem valamilyen kajával kapcsolatos nem. Dolog. Nem. Valami, ami hármunkhoz kapcsolódik, valamelyikünkhöz kapcsolódik? Uh-huh. Igen, hármunk közül valamelyikünkhöz kapcsolódik. Nem úgy értem. Jó úton jársz, ez pedig te vagy. A Ferihez is kapcsolódik, hiszen ő szervezte. Igen, a Jani pedig egyetértett az egészet. Igen, én meg azt mondtam, hogy jó ötlet. Aha, lobog a hajam. Beülhetek egy kábrióba? Az nem azért a lobogás, azt csak mondtam, hogy a szél. Az enyém is lobog, ha most kimegyünk, mert van egy kis szellő. Ez egy elszólásszagú volt, elszólásszagúnak ilyen lobog a hajam, ez ilyen kicsit lobog, ebbe volt nem. Ez kábrió? Két-három hónapig kint kell állnod az udvaron, utána majd lobogni fog a hajam, mert nő. Kábriózás? Mennünk kell, sajnos ennyi volt. A következő óra csupa meglepetés. Nyomon vagyok, akkor nyomon vagyok, mert menekül. Nem az ki akar szállni a megszólalásba. Jó, én rá. Jó egyébként. Jó nyomon vagyok? Jó. Nagyon jó. Kipróbáltok valami brutál Maseratit, vagy Ferrarit, vagy Aston Martin DB9? Hát normális, akkor nem kis. Nem, Aleska Diamonddal egy ördög szeker. Na jó, nem találgatok tovább, nézzük meg. Jó, akkor már kintről jövünk vissza, 9 után? Igen. De menők vagytok is. Nem minden. De nincs is szülinapom, meg semmi. Csak úgy? Akkor ezt elcsesztük, én azt hittem magad. Tényleg? Na mindegy, akkor idén nem kapsz már semmit. Csak ezt a meglepetést, ami ingyen volt. 5 perc a pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. Napfényes reggel kívánok nektek, drága hallgatók. Hello Jani! Sziasztok! Hello Feri! Hello! Mi már kint, de hogy miért, az nem sokára kiderül, még nem tudom, mert hát találok mindennek, viszont azért azt mondjuk el, gyerekek, a pakman kigombolta. Kigombolta? Mennyire jó az? A pakman kigombolta, nem tudom, hogy visszagombolta-e. Mert megijedt a látványtól, minden esetre kigombolta. Mondjuk nem ezt vártuk, hanem a Demcsák Zsuzsát, de hát mindegy. Na, örülünk neki egyébként, hogy ő ilyen laza. Illetve a Demcsák szeretné valamelyik kötök számát elkérni, de nem azért, hogy udvaroljon. Kicsit mérges lett a felvetésre. Akkor legyen a De gyerekek, a pakban jó arc, úgyhogy így állunk ezt jelen pillanatban. Szerintem egyébként ez a lazaság simán belefér.
egy reggeli műsornál. Abszolút, abszolút, igen. Na, van egy-két friss közlekedési hírünk egyébként. Bocsánat, ha kicsit szuszogok, az azért van, mert egy ilyen fejmikrofon van rajtam, kicsit más, mint ami szokott lenni. De nem haragszotok, ha azért mondok egy kicsit. Nem, sőt. Tényleg, Mákén is akartunk amúgy. Mákéni? Mákéni, sakoltunk. Akasztó belterületén mérnek, fekete golfval, ez Zsolti küldte nekünk. M35-ös legvégén 4-es főútnál közúti ellenőrzés. András Gizda. Nagyon jó. De szeretem az ilyet, igen. Aztán M3-as bevezető, Kacsó lehajtónál pocskocsi és teherautó személyautóval karambolozott, két sávot foglalnak el a BVSC előtt. Trafiznak Budapesten az Árpád fejedelem útján, a textilgyár utca találkozásánál, figyelem, 40-es tábla van, leszírta ezt, és M3. Kerület azt mondja, igen, ez nem, M3-as Debrecen felé 102-103-as kilométer között felüljáron trafi, szép napot és kellemes hétvégét kívánunk nektek, Nóri. Vadnál a Kassai utcában Barcika felől mérnek a rendéber őrei, és határtalan őrei Pisti küldte nekünk, ez a 26-os úton van. Érdekes volt, M0-a Szigetszentmiklósi pihenőnél az M5 felé műszaki mentés részleges útzárral, ez a legfrissebb. Azt hittem már lesz még, hogy ki akarod húzni ezt a megszólalást. De nem, ugye csak közlekedési infók, hogy nekem semmit csinálni. A hallgatókért vagyok, ezért születtem, teszem a dolgot. Kérlek, szépen meglepetésünk tárgyát képzi ez a kis ring itt, amiben mindjárt madárral kell megküzdened. Ezért jöttünk ki. Na nem, álljatok oda Janival, legyél olyan kedves. Még nem. De, átalálja. Igen. Ne nézz arra, ne nézz oda. Csak azt hiszem, hogy milyen szép ez a kocsi. Ja, az enyém. De rossz. És most megfordulhatsz, kérlek szépen. Azt a mindenség itt neki. Aj, de menő. Hát nem mondjátok, hogy nem menő. Elintéztük. Agyaltál rajta, hogy mi a pöcs. Mi lehet az, mi? Gyerekek, ebben a pillanatban egy gyönyörű szép három kerekű robogó gurult ide be. Olasz. Mert a robogó nem egyedül jött. Aj, de gyönyörűséges te. Jó Isten, de gyönyörűséges. Egy igazi Piaggio. Érted? Egy Piaggio. Gyerekek, az én nevem Valentino Balazzo, úgyhogy ezzel nem lesz baj. Ugye a héten beszéltünk arról, hogy kacérkodom a gondolattal, hogy milyen jó lenne egyszer egy háromkerekűt kipróbálni, illetve forgalomban menni. A motorosok azóta is ezzel röhögnek, hogy háromkerekű, de hülye vagyok, vannak a cégnél motorosok. Viszont hallottam erről jót is, hogy ez mi jó. Volt az? Mi volt az, ami jó? Hát igen, az olaszok körülbelül egy ilyen 4 évvel ezelőtt jöttek ki ezzel a háromkerekű koncepcióval. Azok az ügyfelek, akik ráültek erre, azok nem váltanak vissza két kerékre. Tehát egy olyan plusz biztonságot ad, például egy villamos innen tök könnyedén át tudsz menni egy ilyen három kerékre. Most ez az igazi motorosoknál nem ilyen, nézd a hülyét, három keréke, amarha, fél a kettőn megy a hárommal. Én legalábbis minden motoros ismerősömtől ezt hallottam, hogy Bali nehogy. Tehát, hogy Bali csak ezt ne. Tehát akkor inkább ne motoroz, vagy motoroz rendesen, de ezt ne csinálj. Ha ez nem ilyen papperes kicsit? Ha mondjuk egy kendővel fölültetnélek rá, akkor nem tudnád megmondani, hogy ez egy kétkerekű vagy egy háromkerekű robogóról beszélünk, mert teljesen úgy működik, mint egy kétkerekű. Annyi, hogy egy picit orr nehéz, mivel azért van benne egy plusz futó. Ezt az érzést ismerem, így élek 30 éves. Szinte fejnehezen, úgyhogy ezzel nagy baj nincsen. Uh-huh. Mondjuk én ezt a kendős dolgot kipróbálnám, elég sok céges autó parkol itt. Na figyelj, hát az nem azért van itt, hogy te áldogálj mellette. Nyerekbe születtem. Egyébként egy társunk koszapa vagyok, érted? Rendkívül jól dizájnolt kis gépről van szó, és van az elején egy nagyon magas plexi lap is, ami mögött már bátran mosolyoghatsz majd reggelenként, nem kell félned a bemuslincásodástól. Sosem magamtól félek, hanem attól, hogy valami 70 éves papper elnéz egy jobbkezest egy Suzuki-val. Tudod, ezt én sűrű mondom, de a motorosokat az esetek 90%-ában idősebb emberek ütik el azért, mert elnéznek egy kereszteződést. Lassan menjél bele a jobbos kereszteződésbe, ennyi, állj meg te, engedd el a izét, a pappert, aztán mehetsz tovább. Ki a legnagyobb veszély? Nem így van, hogy sokszor, ha én látok egy motorost feküdni a villamos sínen, akkor ott egy idősebb bácsi fogja a fejét, hogy jaj, bocsánat. Általában ez történik. Két dolog van. Egy, azért általában a robogósok, motorosok is hibásak. Tehát nagyon sokszor az van, hogy fölülnek egy GSX-re, és csak húzzák a szarvát neki. Nyilván egy autós nem tudja felfogni, hogy az a motoros mondjuk 130-al közelít felé egy városban. Nyilván a robogósok olyan holtérben közlekednek, amit az autós nem néz bele, nem számítanak rá még a magyar autós társadalom arra, hogy valaki, mert teljesen más egy olasz környezetben, ott tudják azt, hogy bárhonnan jöhet egy robogós, és ezért odafigyelnek rá. Tehát én azt mondom, hogy azért egy balesetnél mind a kettő fél hibás. Nagyon sokszor a robogós az, aki
aki azért benne van, és a ludas, de én mondjuk több mint 15 éve robogózom, és hál' Istennek sikerült elkerülnem minden ilyen komolyabb balesetet. Tehát, hogyha mindig a legrosszabbra számítasz, és betartasz azokat a bizonyos alapszabályokat, például állósort ne előzzünk mondjuk 30-nál többel, ne kanyarodjunk, tehát azért 130-at könnyedén tudunk mi a városban robogni, bármilyen szörnyen hang. Ezzel is? Ezzel is természetesen. Hopszi, is. Hopszi. Hello, hello. De ez olasz, az nem baj? Vagy? Nem baj. Ne, tehát nem, csak esőben evig. Rohadjál meg, de én vagyok a hülye, elintézem neked az álmot, te meg belém rúgsz, te aljas. De azért kérdezem, a japán lenne, érted vagy, hát mit tudod, olasz, hát kicsit. Azért tisztázunk egy-két dolgot. Egy, a robogónak az atya, az a Vespa. Aha, így van. És hoztam egy ilyen meglepetést is a számodra, egy 946-os. Tehát köszönöm, de drága vagy. 911-es nincs esetleg egy német gyártmányban. Csak mondom, hogy a 911-essel álltál a múltkori kitelepülésünkön, mert nem tudtál vele elindulni, nem tudom, emlékszel. Igen, letiltott a riasztó. Na, de hogyha odafigyelsz az idősebbekre, akik mi autónkkal járnak, illetve hát a ti környéken, ugye a szőke bögrékre, akik egy nappal korábban kapták meg az Aventadornak a kulcsát, nem nőttek fel a feladathoz, akkor nem lehet baj. Hát nem, igen. Az a robogónál legtöbbször nem magunktól kell félni. Bár van egy-két hülye robogós, azért van, azt is tegyük hozzá. Tényleg. De én ezt mondtam az előbb, tehát, hogy azért nyilván az idősebb papák nem tudnak számítani ránk, és ezért pláne jobban kell figyelni. Van nagyon jó ilyen motoros tréningek, ahol nagyon sok jó dolgokat elmondanak. Tehát például a legveszélyesebb autó a fehér furgon. Mert az... komolyan, igen. Komolyan? Hát mert a cégek a legügyetlenebb embereknek azt veszik, mert az a legolcsóbb, abból lehet legnehezebben kilátni. Tehát ez mindig egy extra veszélyforrás. Tehát a fehér furgonnal majd vigyázzál. Igen. Egy sógorom cáfolnál. Erre most azért néhányan érzékenyen fel sohajtottak, de csak úgy, mint az előbb, amikor én azt mondom, hogy hát én és papa jut el Suzuki-val általában. Mennyi idő, míg az ember letesz egy motoros jogsít? Ugyanannyi, mint egy autós? Körülbelül, tudok, olcsón. Vagy például a Crestot már nem kell csinálni, nem? De hát kell Crest. Újra Crest van, kell csinálni? Van, igen, újra kell Crest. Engedem. Van elmélet, gyakorlat. Egyébként van most egy ilyen B különbözeti jogosítvány, ami 125 köbcentig jó. Ezt viszonylag ilyen egy-két hónapon belül le lehet tenni. És utána vannak ezek az úgymond A-korlátozott jogsik, amik kell szinte bármilyen robogót vezethetsz már, tehát egy 4-500-as köbcentit is. Az, hogy durván egy ilyen 2-3 hónap, az a probléma, a tudomásom szerint, mert mi nagyon nem vizsgáztatunk így, de hogy nagyon nagy a várólista. Tehát mi most nagyon a társadalom... Mi vagyok én, egy szervát ültetett? Hát csak, egyszerűen csak motorozni akarok. Mire kell várni, hogy ennyien akarnak jogsit csinálni? Ennyien akarnak jogsit csinálni. Valamikor egy 4-5 hónapig is elhúzódik egy ilyen. Viszont akkor megint segítségükkel kell hívnom egy adakészpénzt, hogy... Ezt a dolgot meggyorsítsuk egy kicsit. Ha a próbaköröd, mondjuk itt a nagykörösén végig zajlik, majd egészen a Csérig, visszafelé már lehet, hogy jogsítalja. Igen, tudok olyan ajánlatot tenni. Jöjjenek csak közelem. Ezzel el is lehet vinni valakit, ez kétszemélyes, ugye? Jani, te jössz. Janikám, akkor együtt. Nem várjuk meg, nem csak Zsuzsa. Együtt indulunk el. Na, mit kell tudni a járgáról? Ez lábfékes, vagy automata, vagy ezen váltani kell? Vagy egyébként most ráhibáztál egy dologra. Bocsánat, hogy picit, mert ez is érdekel, nem haragszatok. Nyugat-Európában ez van, egy motor. Van az MP3-nak egy lábfékes változata, és azért azt egyébként B-s jogsival lehet vezetni. Tehát Franciaországban, ahol szinte minden harmadik robogó ilyen MP3, ott nagyon dívik meg a Németországban lábfékes, mert nem kell akkor letenni a motoros jogosítványt, hanem egy autós jogsival tudják vezetni. Most itt Magyarországon ennek folyamatban van, hogy megadják erre az engedélyt, erre a lábfékes verzióra. Basszus, de akkor... ezért volt olyan csalódott a Virág Karácsony, amikor még egy zene lejátszott vettem neki, de erre gondoltam. Amikor azt mondta, hogy MP3-at akar. Áltott, nem értette, fogta. Ez paterre, erre gondoltam. Na, tehát akkor ez ugyanúgy megy, tehát tulajdonképpen a lábnál van a váltó, lefele az egyes, fölfele a többi, nem, vagy ez automata? A robogó az fokozatmentes automata. Tehát ez nem vált, tehát nincs olyan, hogy hú, az egyesből nem vált föl jól a kettesbe. Itt egy variátor van elől, egy kuplunk hátul, és egy szék köti össze a kettőt. Egy variátor ott van elől. Hallod? Abban már nagy baj nem lehet. Számíthatunk-e arra esetleg, hogy nem tudom, tolni kell, vagy valami, hát vannak... Arra, azért... hogy elperecelsz, arra számíthatunk, és ki kell fizetni. Vannak tapasztalatok azért az olasz gyártmányok terén, tehát hogy mit tudom én, hogy... Bármilyen robogóval előfordulhat, hogy valamiért megáll,
Sajnos, ami azért a hazánkba érkezik kintről használt robogó, azok a kettő dolog a jellemző. Vagy az, hogy mert Olaszországból hozzák, ahol azért a robogónak a hazája, és ott azért 40-50-60 ezer kilométereket tesznek bele. A magyar mentalitás... És aztán visszapörgetik, és eladják Magyarországra. Igen. 10 000 kilométeresként, és akkor ezért szidják az olaszt, hogy hú, milyen szar, de közben, hogyha tényleg tudná az ember, hogy ebben ennyi kilométer van, akkor azért másképp állnának. Persze, hát ez nálunk is csak egy játék inkább, meg hát néha a Ferinek a szomorú valóság. Aha. Hát az a baj, hogy erre már nagyon sokat beszélgettünk, hogy na, kinek volt szerézve a kocsia. Benne, de már az is rossz. De az a lehajtója. Ja. Janikám, nyerek be, elviszlek az első körömre, jó? Robogozni egyébként nyugodj meg, sokat robogoztam, amikor külföldre megyünk a barátaimmal, mindig robogót bérlünk, Korfun, mi vagyunk a robogózás ördögei. Én azért azt mondanám, hogy először egyedül menjél. Igen? Én is mondanám, mert a Balázs tök ismeri, én pedig elég régen ismerem, tudja, hogy egy született piáros, tehát mindent tudja belőle, mit a 100 éve csinálná. Tehát felőlem nyugodtan átadom. Na. De hogy azért ne kellemetlen élményed. Nem, abszolút. Kaszkó, kötelező van rajta? Nincs semmi. Rajta. Jó. Nincs rajta rendszám, se úgyhogy forgalom. De azt mondtad, hogy kell sem mindent el tudsz intézni. Bukós is, akkor nem látszik, hogy ki vagy, tudod, hogy van ez. Na. Arra indulj, ott van egy meredek lejtő, ott begyújt. Igen. Tehát volt azért már jött ilyen nagy motoros is tesztelni, hogy hú, hát ő tud motorozni, és akkor átesett az MP3-mal, mint a ház. Jó, de szép lesz. A lényeg az, hogy ugyanúgy kell vele bánni, mint a sima robogóval. Uh-huh. Tehát nem quados élmény nyújt, nem kell ellenkező oldalon kidőlni. Egy dologgal kell egy kicsit számolni, hogy picit ornehéz. Ez a fixáló rendszert, amivel én most például, hogy így áll a motor, ezt azt mondom, hogy egy ilyen negyed óra gyakorlás után tudod majd használni. De akkor az benne a pláne, hogy nem kell letenned a lábadat. Tehát úgy tudsz a városba közlekedni, hogy nem teszed le a lábadat. Ez főleg akkor jó, amikor egy kicsit hidegebb van, és van rajtad egy ilyen tukánó, úgymond, ami... Egy jó tukánó. Hát ne vicce. Egy jó tukánó. Na jó, a hülyé föl, ne dumáljunk ki. Egy tukánó van otthon, ketrezben tartjuk, és nagyon szeretném madár eleden. Igen? Tehát szokásos. A lényeg az, hogy amikor elindított, tehát van benne elég sok eléggé komputerizált ez a gép, mert itt azért nem mindegy, ha például leszállok róla, igen, és reméljük működik, és így akarsz gázt húzni, akkor nem történik semmi. Megőrülök. Okos olasz, látod? Hallod, tesó? Nézed ezt, tesó? Hát a prudling próbálja az evés, az én ráülnék, azt megnézném, hogy úgyis történik-e valami, vagy semmi. Mi van, ahogy se érted, ravaszak. Ahogy ráülsz, igen? És ahogy a fordulatszám 2000 fölé megy, egyből kiold. Aha. Kioldott. Igen. Igen. Tehát ennek az a lényege, hogy... Ez még nem a motorról, csak a Feri eresztette egy laposra. Kioldós. Jó? Aha. És amikor villog az a sárga lámpa, akkor tudod úgymond befixálni. Azt hittem tankolják, azt jelzi. Nem. De sürgős. Rohadt nagy a baj. Igen. Az mi az a fixálás? Bocsánat, még az egyszer. Az, hogy nem dől el a jármű. Ja, hogy nem dől el. Ahogy most látod, fönn van mind a két lábam, és a motor se dől el. De sokan azt hiszik ebben a kapcsolatban, hogy ezzel a motorral nem lehet elesni. Ugyanakkor ezt rögtön be fogom neked bizonyítani, hogy ez egy abszolút téveszmény, nézd meg, a sorompói köves a tekinteteddel, ott már látni fogod, hogy milyen vertikális fokot veszek majd fel a motorral, el lehet esni vele, hidd el. El, igen, azért mondom, hogy egy pici gáz húzol, és kiold a jármű, akkor meg tudod érezni a jármű súlyát. Bármilyen szögben le tudod fixálni, akár elfektetve is. És akkor csak körbe. És hogy fixálom? Bocsánat, még egyszer. Ezzel a gombbal fixálod. Aha. De csak akkor tudod fixálni, ha 2000 alatt van a fordulat, vagy 5-nél lassabban megy a jármű. Aha. Világos. Mint a nap. Bajban lennék. Igen? Megyek vele egy próbakört, jó? Arra figyelj majd, hogy... Hát te már mentél vele, ne te menjél. Dehogy nem, mert azért mutasd meg. Gyorsan egy kört. De csak itt így egy hírt, hogy mi a legkisebb ívol meg tud fordulni. Aha. Nagy gáz, kioldom, nézd meg. Hopp! Hallod? Megfordul, elegészen rövid íven. Aha. De vicces, nem a két kerek elől. Érdekes, mert a két kerek az máshogy működik, mint az egykerekes robogóknál, tehát be tud így dőlni valahogy tulajdonképpen. Ha mindjárt kapsz egy mikrofont is. Igen. Épp az a lényeg, hogy mind a két kerék dől egymással párhuzamosan, és egymástól így függőleges helyzetben is el tudnak mozdulni, tehát akár egy járdára is föl tudsz állni. De az tudatos, hogy elmozdul, vagy... Hát persze, jó, tudatos, mert így működik. Fél év után meg már követhetetlenül minden ilyen. Jó, nagyon, nagyon szép. Egyébként gyönyörű a járgány, szép. Szóval azt nézem, hogy most bármit mondjanak azok, akik régóta motoroznak két kerékkel, ez a három kerekű, ez pofás. Nem? Az olaszok értenek a dizájnhoz, az biztos. Érted, hogy elkezdtem kicsit nyaleroskodni 10%-ért? Ráéreztél, hogy váltottam, megvan a váltás? Nézd, Jani, hallod? Hát ez egy pofás kis dög. Nagyon rossz. Na jó, megnézzük, jó? Persze, gyerünk! Meddig tudok elmenni, Gyula? Sorompótól. De melyik autó, Gyula? 400 áll az udvarban. Menő?
Menő, nem? Igen. Oh, aha, kioldott, tesó, kioldott. Itt te, Maris, te. Laci, légy szes, állj el előle. Nagyon baj. Várjál. Nem, a gyerekeket, a robogozásra születtem. A kis 946-ot ne toljam el az útból. Ne. Nem, tud, jó megy, figyelj, nem ez az első neki. Aha. Figyelj, hogyha nagyon messzire jössz, akkor jelzek neked a hátadon egy ikersei téglával. Hol forduljak meg? Ahol akarok? Jó, aha. Na, srácok, figyeljetek. Aha, gyönyörű, aha. Elindult! Jó vagy? Kicsit izgulok, mert nem tudok megállni. Melyik a fék? Jó, vigyázz, biztosítva van a farmerok? Várj, itt vannak a főnökeink, ne üssük el őket, bocsánat. Nagy kör, robogozni tanulok. Jó, hogy letette az egyik lábát. Hát még tanul. Gyerekek, ez nem rossz. És akkor most kéne, hogy... Na, óvatosan csak. Lassítsál, és nyomd meg a kis gombot ott. Fordulj vissza a kipufogóért. Fixált? Várj, nem fixált. Aha. Most fixált. Aha. És befixálta, nézd, föl tudom tenni a lábam. Na még egy kör, ez semmi nem volt. Jó, ebben a korban már jó, és utána semmi. Viszed a Janit, azt tudod. Jó, fölül, gyere, ülj föl. Most még nem merem. Jó, akkor jövök még egy kör. És úgy nem tudsz vele menni, hogy végig fix? Nem, akkor át tudsz vele esni, mint a ház. Az nem lehet tényleg, hogy végig fixen megyek? Nem. Mert pedig már fixáltam. Nem. Aha, jó van. Te vagy az első, aki ezt megcsinálta. Kicsit a fordulásod még bizonytalan. Aha. Na? Na, most fog elütni minket. Ne, aggódjatok gyerekek, a véremben van a motorozás. Az. Most fixált, már fixáljam. Befixáltam. Ezt még gyakorolni. De miért kell fixálni? De leteszem a lábam, hát akkor megtartom súlyból is. Hát nem? Hát jó, de ez benne a pláne, tehát ezért fizetsz azért másfélszer annyit, mint egy sima robogónál. Hát ezt majd még átbeszéljük az utolsó mondatodat, majd erre még egyszer visszatérünk. Évtizedek óta ezt csinálják, ezt fejlesztik, ebben specialisták, és te már forradalmasítod a dolgot. Na ugorjál már föl, Jani, nézd. Na gyere, tesó, gyere egy kör. Hivatalosan lehet vele két személlyel menni? Természetesen. Igen. Ha van rajta rendszám, meg sisak rajtuk, akkor... Ölej át, ahogy Dumbát ölelte Dumbert, amikor Eszpenbe mentek. Igen, van nála tartani kesztyűt. Vicce, ez hegyvidék. Figyelj csak, itt tudsz kapaszkodni. Ú, de menő. Hát persze, olasz, hogy ne lenne menő. Kioldottam? Ahogy gáztúzol, kiold, úgyhogy... Mi ez a pizzaszag? Aha, most kioldott. Na kérem, szépen akkor két ember. Szoríts már rám a comboddal, érezni akarom a kontaktot. Na, mehetünk? Kicsit nyom a pisztolytásked. Így van. És figyelj, most még csak egy Beretta, de később Magnum lesz. Uha, majdnem elvittük a Veszpát. Észel. Oda nézd. Aha. Nagyon aha. Jó. Nyugi, én is félek. Ja. Menjél ki oldalt. Szevasztok. Az most. Érzem a félelmet. Így van. Még azért a forduló nem annyira flott. Húzzál rá egy nagy kövére. Jaj, kicsit pesztós lett a gatyám. Azaz, tekerjél. Na? Ne állj meg. Jaj, jó, menjél, 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 jó, menjél. Persze. Az a jó, hogy elég alacsonyan támasztja alá a gerincemet. Igen, jön aha. A forduló, ez egy érzékeny rész. Benzin ki van fizetve, tekerd meg! Igen, de várjál, a fordulóban nem érzem még annyira a döntést. Igen. Hirtelen ne adjál gázt, mert el kell mennem Csontkovácshoz. Figyelj, van érzékem hozzá. Aha. Figyelj, és most úgy fogom fixálni, hogy megsálok. Figyelj. Fixáltam. És most azt történt, amit mondtam. És fixáltam. Fixáltam? Fixáltad, de letetted a lábad. Hát jó, letettem a lábam. Kicsit csaltam. Hát gyerekek. Szerintem már ne vigyedek vissza. Nem haragszotok, hogy ez is megy. Hát nem. Mi erre titkon számítottunk, de hogy próbáld ki az élményt mégis. A forduló azért abban még van hova fejlődni. De egyébként nagyon jó. Leszálltok, nem? Még az menő, hogy nem kell kiakasztani, leakasztani, tehát lefixál úgy, hogy lepattansz róla. Igen. Mindig robogoztunk nyáron, mindig kiakasztod, fölhúzod, visszahajtod. Így van. Észrevettétek a tulajt, szaladtak. nagyon klassz kis jármű. Hát nagyon szépen köszönöm. Igazából. Nagyon szívesen, igazából jó? Nincs száma mit. Megvan, tudjuk. Persze tudunk mindent, amit szeretnél. Jó, nagyon szépen köszönjük. Nagy élmény. Áras, ezt egyébként neked kéne ezt elkezdeni. Először ezt, és utána a vezetést. Jó pofa, igen. Hát igen, csak én tudod, én japán párti vagyok. Hát van ebből olyan is, akkor vegyél azt. Na jó, de a pizzát is szeretem, nem csak a persze. Ez mi ez itt akar? Hogyha felemelem, mi van? Az egy kézifék, hogy ne guruljon el a járvány. Ja, értem. De mi, hogy tud ilyenkor elgurulni? Azt hittem, hogy akkor szabadulnak el a mókusok. Így. Aha. Hoppá! Figyelj, és úgy gurul, hogy be van fixálva, tehát nem kell semmilyen támasztó, hanem megtartja a két kerék. Egyszerűen lehúzod, és az a kézifék. Igen. Aha. Öcsém! Tesó, hol tart a technika, nem? Hihetetlen. Bámulatos. Na jó. Na azért erre nézzél még rá, mert ez egy egyedi kéz. Hát jó, hát ez egy gyönyörű. Hát ez egy gyönyörű. Na, ez egy gyönyörű. Ez jól néz. Ezt alá kell írni. Tehát ez a piros is. Bőrülés a fehérrel, egy gyönyörű szép Vespa, hát ez... Ez egy 946-os. Hát a ráadásul hát, ugye egy 946-os. Én 932-eset tettem volna, de ha 946-os, akkor az előtt fejet hajtok.
Igen, ez a 94, ez egy sorozatszám, vagy ez olyan, mint tényleg a Porsche-nál? A második világháború után nem tudom, mennyire ismered a Piaggio-nak meg a... Azt nem azt mondom, nem tudom, mennyire ismered a történelmet. Igen, volt egy második világháború, ebből arra következtetett, hogy volt egy első is. Harmadikról én még nem tudok, de nem, okosíts ki. A Piaggio az repülőgép kerekeket gyártott, és a második világháború után megmaradt neki nagyon sok ilyen kerék. Ezért is annyira furcsa a Vespáknak az első kerék felfüggesztése, tehát nem olyan sablonos, mint a többi járművé. És nem tudták, hogy mit kezdjenek vele, és így indult el a Vespának a története, és ez a 946-os az egyik úgymond ilyen prototípus modell volt. Köré építettek egy motort a repülőgép köré. Igen. Hát ennek stílusa van. Tehát az olaszoknál például azt szeretem, hogy aki ezen ül, az kis zakóban ül, szép nadrág, szép cipő, kis csajok, kosztümben, és olyan dögös nők ülnek rajta a Rómába mész, és látod, hogy Vespával megy. És a kosztüm neked is jól áll. Igen, és ha én is kicsit lakozom a körmében, de nem tényleg, tehát az olaszoknál például, aki ezen ül, az megjelenésében is mutatja, hogy ő egy Vespám ül. Én ezt nagyon szeretem, hogy tényleg kis zakó, kis blézer. Mondom, hogy már itthon is. Igen, egyre többet látni. Abszolút. Aha, igen, amíg el nem hozzák a szalomból, aztán két perc múlva a Via Ferrata elnyomja őket jobbról. Nem, hát ezelőtt fejet kell hajtani, gyönyörű. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy szépen idehoztad ezt nekünk. Nagyon drága vagy, hogy okítottál bennünket egy kicsit. Köszönjük szépen, mindjárt jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. Fél tíz múlt, 6 perc el már. Újra a stúdióban. Nagyon drágák vagytok, komolyan. Tök jól esett, köszönöm. Ennyi, átad, jó, mindent mi? Megteszünk azért, hogy szép legyen a hétvégén. Valaki végre elüssön, ha egyszer kimegyek forgalomba, megszabaduljatok tőlem. Így van, ketten hoztuk össze, Feri kitalálta, én meg nem ellenkeztem. Ennyi volt a szerepem. Feri kitalálta, leszervezte, ideírta, elintézte, te meg nem ellenkeztél. Hát tudom, hogy egy szívember vagy. Igen. Jó gyerek, jó dolog ez, csak nem tudom, hogy az ember családja van, tudod, gyerek. Na, hát vidd magaddal őket. Ez nem hogy hívják bungee jumpingolás viaduktokról, ez egy teljesen normális városi közlekedés. Szerintem ez nagyon rendben van. Tudom, nem arra mondom, hanem hogy átülni autóból, motorral, ráadásul nagy autóból, tudod, egy kicsi robogóra, azért ott ugye az erőviszonyok átalakulnak, az egy teljesen más közlekedési forma. Így van. Sok a hülye motoros, sok a hülye autós. Itt hallják, hogy mit kiabálsz át. És hamar utol érnek, tehát ez nem egy tényezős dolog szerintem, ezzel az a baj. Szóval itt bíznod kell a többi autósban, neked se kell eszetlennek lenni és a sor elejére menni, úgyhogy balról előzöl, úgyhogy elviszel 4 tükröt. Ugye valaki belenéz a tükörben, látja, hogy nincs motor, balra fordult, te közben pont balról akart mellett elmenni. Tehát, hogy itt mindenkinek nagyon észnél kell lenni. A motorozás azért az egy bizalmi viszony autós és motoros között, és hát látva a közlekedési viszonyokat, azért ez most még, ennek itt még van, nem tudom, tanulni. Mennyire van meg a kultúrája. Szerintem egyébként egyre jobban. Tehát ma már nem látok autóból kipattani embereket, ha egy motoros előre mer merészkedni a piros lámpánál. 5 éve még megkergették, nem? Nehogy már előre menj. Hát miért nem menjen előre? Hát motoros, álljon a lámpához, hát menj, induljon el előbb. Ráadásul beáll a kocsi mögé, és valaki pedig nem fékez, az fölnyomja az autóra. Tehát, hogy persze én is előre mennék, ha motorral lennék. De ez most már szerintem például nem zavarja az autósokat, nem? Ha hülyén közlekednek, az igen, ha a rakparton előzgetnek, nagyon durván, az igen. Szóval ez egy ilyen kétélű. Tavasszal nyáron egyébként sokkal jobb lenne a városnak is, hogyha kevesebb olyan autó lenne, amiben egy ember ül, és mondjuk adott esetben ezek az emberek átülnének egy robogóra. Picit jobban lehetne haladni például itt a Hungárián is, meg mindenfelé a városban, ahol egyébként például utat javítanak, hogy valamilyen karbantartás folyik. Igen, abszolút. Kipróbálhatod volna a másikat is, mert úgy tudom, hogy még Vespa szűz vagy. Hát nem tudom. Majd elmegyek jósoltatni egy Vespa szűzőt. Szóval, hát Viki nagyon ellenzi, joggal egyébként. Tehát, ja, mert az egy személyes. Nem, ráncolja a szemöldökét, mikor mondom, hogy motorozni akarok, akkor azért így nem annyira boldog. Annál izgalmasabb lesz, mire áttöröd ezt az ellenállást is. Hát az análosokkal, igen. Hát azt is áttöröd a fajnát. Az, ami nem akarom ezzel stresszelni. Én a héten kezdtem el nézegetni egyébként. Mit? Mert náluk viszont a Móni támogatja. Komolyan? Persze, azt mondja, hogy mindenképpen. Mert még nem ilyen szép, mert azok egy kicsit hondábbak, de hogy... Elmondom, hogy szerintem mikor motorozzál. Ha majd megtanultam. Ha, igen, és zárt udvaron szerintem, belül. Például, ha majd minden ember ebből a városból jó messzire költözik. Szerintem a motorozás az bármilyen fura, kell egy kicsit tudni autós fejjel gondolkodni. Tehát, hogy lásd magad előtt a szituációt, hogy te autósként mit csinálnál, és ezért motorosként már fel vagy arra készülve, hogy ő autósként megcsinálja.
Tehát szerintem az melegebb, hogy mindenféle közlekedési rutin nélkül egyből motorra ülsz. Milyen mindenféle? Hát szokott metró. Hát meg nem. Tudod, hogy autós fél gondolkodik, most is, hogy tetőcsomagtartó, gumicsere, féktárcsacsere, mennyibe kerül, autós fél gondolkodom. Abszolút, nem, hanem, hogy mit tudom, előzül egy autót, és ő látod, hogy kicsit lassít, akkor ott felkészüljél arra, hogy lehet, hogy balra fordul, záróvonalon megy át, hogyha például a buszt előzöl, akkor a busz mögül kiléphet valaki, mert autónál is lépett már ki valaki, tehát hogy tud azokat a szitukat, amik autósként már megtörténtek veled, és akkor motorosként is talán egy kicsit jobban tudsz rá felkészülni, uh-huh. vagy kivédeni. Egyből motorozni Budapesten, az le a kalappal. Az le a kalappal. Igen? Például az olaszoknál ott talán jobban hozzá vannak szokva a motorosokhoz. Na akkor azt akarod mondani, hogy hagyjam a francba, csak kicsit bőlére eresztettek? Igen. Bali, az igazi bajod az, hogy nem találsz is akkor a fejedre. Hát és milyen jól ismer a hallgató, igen, hogy ez a legnagyobb baj. Na jól van. Balázs, a 14 éves kislányok robogóznak, te megfélsz. Igen, a kettő között az a különbség, hogy én tudom, mitől kell félni. Kamaszként az ember nem nagyon. Nem csak nagyon. A magánságot látják benne. Igen, abszolút. 10 perc múlva pontosan 10 óra lassan búcsúzunk. Csabikám, hello, jó reggel. Mi van te, Hells Angel? Figyelj, hát az a Harley Fesztiválra már háromkerekűvel megyek, agyrőgjenek. Na most ott azért igen, egy ilyen bulira meggördülni lesz. Vigyázz, el lehess, pucka. Figyelj, gondolkozom rajta, hát nyilván még van hova fejlődni. Szerintem vezetni jól vezetek. A motorozás terén azért még vannak hiányosságaim. Ez látszik a videón a fordulásnál. De figyelj, nagy élmény a szabadság, valahogy az, hogy nem függsz a többi autóstól abból a szempontból, hogy kicsit gyorsabban tudsz haladni, jobb, szabad levegő. Az egészben van egy nagyon jó feeling szerintem. És ebben mekkora motor van? Ebbe 300-as volt, de három kerekűből van 500-as is. Na most az 500-as az már 20. Az már akkor jó, kicsit fölmész autópályára, aha. agglomerációba laksz, tehát ott mondjuk egy autó szórakozik azzal, hát már tudsz valamit csinálni. 500-asra szerintem el úgy kell, hogy 300-as, megy, ügyes, és akkor átülsz egy 500-asra. Ugye erre is azt mondtam, amikor kérdeztem, hogy 130 járt, az simán. Igen, tehát nullából egyből fölülni egy 500-asra, szerintem kell arc. Tehát ilyen téren bennem van alázat, hogy nem ülnék föl egyből egy 500-asra, azonnal 800-asra. Visszafogottan. De nem, tényleg. Szóval szerintem 300-500, ennek is megvan a törzs fejlődése, hogy hogy kell elkezdeni motorozni, robogózni, aztán speed motor. Én nem ülnék föl egyből, mit tudom én, egy 900-asra, vagy egy 1001-esre, meg aztán pláne nem. De csecsén néz ki. Nagyon mutatós. Ez olasz dizájnban soha nem volt hiba. Ne, gyönyörűek. Csabikám, látom még Sántit, azt nem múlik ez neked, vagy mi van? Múlik, egyre jobb a helyzet. Én nagyon megijedtem vasárnap, amikor már zárkózik a másik is. Hogy mi a helyzet, aztán képzeljétek el, egyik napról a másikra nem csak kívül, hanem belül is bedagadt, és most ugye a dagadás azt kezd alább hagyni, viszont most jön egy ilyen kis enyhe fájdalom mellé, úgyhogy meg még egyelőre mindig rögzítve van, tehát nem forgatom a bokámat, tehát még mindig rajta vannak ezek a rögzítő szalagok, tehát a sántikálás ebből fakad, hogy nem úgy mozog a bokám, mint ahogy a másik, ami is rögzítve. A dunsztalást nem próbáltad? Jegelem, óránként 10 percre. Ja, nem úgy értettem, hogy a Laura eltett valamit, befőztetni. Ja. A dunsztolás egyébként nagyon jó. Na, az hogy kell, tessék? Nézz utána, most ennyi időnk már nincs, nem akarom becsúszni, abból is te ősz rosszul. Ne, blöv király! Fogalma nincs. Se. Jó, nyilván. Dunszt beírjam a Google-be. Figyelj, dunszt. Mikor van a futóversenyetek? Jövő hét? Jövő héten. Meg tudod csinálni a 10-est. 13-a. Engedd el, Csabi. Nem a Csabi, te. Ja, én azt már ugyan, már februárban elengedtem. Ja, hozzá? Februárban elengedtem. Milyen napra esik április 12? Az egy szombati nap. Szombati napra esik? Igen. Jó. Mi lesz? Minden között? Jó, hát csak... Nem érzem azt, hogy... Hogy meg kéne ezt mondani. Nem kérdezett valamit, mi válaszoltunk, érted? Kapsoljunk be, világon. Nem gondolom, hogy ebben van. Mekkora köcsög vagyok, hogy megkérdeztem. Nem lesz egy céges dolog, semmi. Viszont május 1 a szerda, csak így jelzem. Értsétek, ugye? Csütörtök az. Tényleg? Hát akkor majd bajjuk szerdát. Igen? Nem. De. Most. Kicsöng. Halló, kicsöng. Nagyon péntek van. Hát sajnos. De jó, egy jó kis. Nagyon jó SMS-t írt nekünk. Nem írt alá sajnos, nem tudjuk, hogy ki. A reklámban azt mondták, hamarabb jön a tavasz, mint gondolta. Ki az a gondolta? Nagyon jó. Óriási, imádom. Iszonyatosan fáradt, hamarabb jön a tavasz, mint gondolta. Ki az a gondolta?
Nagyon jó. Szerettük volna, hogy ő a naphallgatója, de hát sajnos nem vette föl, és nem mondta, hogy morning show. Feri, mi a recept? Kérlek, szépen ki fogsz térni a hitedből, na, de ez ma pont nem érdekel senkit, vagy legalábbis engem, meg aki szeret főzni, és az összes elmentes arc neki megy a Dunának a mai recepttel, de ők kaptak már egyet a héten, úgyhogy csönd legyen! Na. Kólába áztatott, abban megpácolt húst fogtok sütni majd. Ez izgalmas hangzik. Az a helyzet, hogy én se hittem benne, de láttam egy amerikai ilyen főző műsorban, hogy belerakt egy 3 órára az egyik termékbe, tök mindegy, melyik kóla, ki mit szeret, kivette, olyan gyönyörűen puha volt, és olyan szépen karamellizálódott meg a hús, hogy megőrülsz. Na, megcsináltam, és marha finom. Jó. Marha finom, nem tudom, legyünk öngyilkosak, utána rituálisan mindannyian, mint a nyulak, nagyon jó. Reformereknek lightba. Igen, lightba. Ja, igen, az abban nincsen igen, cukor. Hát ugye karamellel színeznek, most a karamell az ráég a húsra, vagy hát rápirul, ugye a cukor, hát jó, jól hangzik. És nagyon finom. Tényleg? Aha, nagyon finom. Amcsi cucca fedő neve, mert a hús az egy ilyen jellegű, és akkor van hozzá és milyen fantás salátával? Vagy? Igen, persze. De csak így messzül. Igen, ez 7 napos ütemény. Igen. Úgyhogy ez lesz, de tényleg érdemes kipróbálni. Nyilván nem kell minden nap enni, aki meg ilyen nagyon egészségtudatos, de szerintem egy évben meg lehet csinálni. És beáztatod a húst, hagyod állni, és utána fűszerezed valahogy is föl a grillre? Semmi más nem Semmi? Tettem rá. Hát sót, egy kis sót tettem, és utána egy serpenyőbe szinte zsíradék nélkül megsütöd a csirke mellett 3 perc alatt. És ilyen, de tényleg mit adsz mellé? Ehhez én egy tésztát csináltam, azt ilyen zöldséges, grillezett zöldséggel, mert a hús az egy édes kérget kap, és akkor egy ilyen kicsit ellentétes az a füstös íz a tészta. De rist is adhatsz hozzá, amit akarsz. Ez egy tudatos dolog volt, vagy pedig Soma a rohadt életbe édes szíve, mi ez a disznó? Mindegy süssük meg. Érte, mindegy süssük meg át. Együk meg, abból baj nem lenne. Mindegy. Ki nem dobom. Csak jó lesz valamire. Beleesett a kólába? Be a sütőbe? Hát a kisül belőle valami. Kóla, úgy, csak az amerikai, tehát ez mindig kitalálnak valami. Tök jó ötlet. Tök jó ötlet. Hát ezek a szendvics bárjaikat, ezeket kifejezetten imádok. Igen, bár képtelen vagyok, vagy képtelen lennék akkora adagokat megenni, mint ők, de ez a szaftosság. Figyelj, most annyira elgondolkoztam rajta, hogy nálunk ma van egy ilyen baráti összejövetel, csak fiúk. Hogy lefújod. Hagyjuk csajokat is. Hogy csinálják, amit akarok. Rajtam élősködnek évek óta. Rohadigok, jönnek oda enni, inni, hát tényleg mit képzelnek magukról? Nem, van egy ilyen csak fiús ottalvós. És csillog a szemem. Ma nálam alszanak a barátaim, hogy ezt megcsinálom. Simán, most hazafelé megveszed a csirkét is, meg a kólát, egy 3 órát áll benne, már nagyon jó. Csak azt nem tudom. Hogy a nagy szív alakú ágyba aludjatok együtt, vagy vagy a kiúszható. És hogy te a Viki bugyjával legyél a bulin. Nem, hogy tegnap elmentem palackot cseréltetni a grillhez, mert van ilyen kis gázpalack. Ez izgalmas. Na, jó hétvégét mindenkinek! Szevasz, Jani! 5 literes, 5 kilós palackom volt. Erre mondja a nő, hogy ők nem adnak palackot, csak cserélnek, de náluk a 10 kilós van. És mondtam, hogy hol tudok ilyen palackot venni? Mondta, hogy sehol. Mondom, akkor ezek szerint, akinek nincs a birtokában palack, az onnantól kezdve soha nem lesz. Hát hogy szerzem meg az elsőt, ha mindig csak cserélnek? Így kell születni, hogy van. És álltam is mondtam önnek, hogy csak mondja meg nekem, hol tudok ilyen palackot venni, mert azt mondja, hogy csak cserél. Akinek nincs első, amit aztán ugye folyamatosan elkezdesz. Hogy szerzi meg az elsőt? Biztos lehet. Állt, nézett rám, azt mondta, hogy erről fogalma nincs, ez egy benzinkúton volt, hol cserélik ezeket a propán után. 25 évet csinálom, ez de maga az első. De jó gondolat. Eddig mindenki, mind volt. Eddig mindenki úgy jött, hogy palackkal született. És álltam ott kétségbe esetten, jött tegnap egy kis családi sütögetés volt. Ott álltál propán bután. Hölgyem. Hölgyem, szálljon meg, ha én most hazamegyek gáz nélkül, ott az anyósom, hát imádom, de hát azért az anyósom. Valamivel csak be kell gyújtanom. Valamivel csak alá kell pörkölnöm. Értse meg, ha most hazamegyek gáz nélkül, nekem végem van. És mondta, hogy nem, az elsőt hozzam el, az cseréli. Érted?
Honnan bemegyek és veszek egy ilyen 10 kilósat valahol? Van, van, egyszer csak van egy barkácsáru. Mint az új egyszer csak ott van a sorokba, azt ja. Sem tudom. Menjek ki a kertbe és nézzem meg, hogy a japán körte mellett van-e propánbutában. És az, ott megnő majd, és akkor vigyem vissza. Nem, aztán egy benzinkúton nagyon drágák voltak, ott elvihettem úgy, hogy kicsit használtam belőle, és ma vissza kell vinnem. Tehát, hogy van egy ilyen dílem. Ja, csak itt ezt a palackot, hát akarod, hogy ide. Balázs, találtunk egyet! Na, de te vagy otthon az ilyen kerti propánbután palackos sütés. Lehet, 5 kilósat is lehet igen? Kapni. Igen? Sőt, egyébként van már palackházhoz szállítás is, csak mondom. Komolyan? Igen, nem kell menned sehova, csöröksz, hogy jó napot. Kifőtt a palack, már vissza. Még sétáltam ott a 6-oson egy ilyen 5 kilós palackkal, mint Mici Mackó, érted, hogy valaki szálljon meg, megrendelem és megjön? Ötöst, de szerintem 5-öst is hoznak ki, aha. Kicsit is. De szerintem rendelj egy 10-es, mert ahogy téged meg a baráti társaságodat ismerlek, ott inhalálás lesz. Nyugi, arra már szereztem hampatra. Azt így kell. Na jó van, Csabikám. Jó lesz a kiválság műsor? Remek zenék lesznek? Rebecca Fergusont hozom, aki sok más pályatársával ellentétben nem villant, meg nem ad ki magáról olyan információkat, amikre nem vagyunk annyira kíváncsiak. Viszont baromi jó dalokat hoz, és nagyon jól énekel. És van egy újdonság az Old Adai Gát, és ezt ajánlom nektek. Ez egy olyan sláger, amit szerintem 20 év múlva is hallgatni fogunk, és nem úgy, hogy eszünkbe jut és nosztalgiázunk, hanem jön velünk folyamatosan. Hmm. Jó. Gyerekek, nálunk ma tényleg akkor abból lesz, ha nem vagyok meg, akkor a hármas határhegyen kóborlok mesztelenül valahol. Úgyhogy valahol ott keresetek a Pilisi erdőbe, a hármas határhegyen, valószínűleg nem lesz rajtam ruha, mesztelen leszek, és nagyon fogok fázni. Nagyon nagy buli lesz, arra vigyázzatok, hogy villanás mindig mögöttetek legyen, jó? És arccal a föld felé. A szomszédoknak előre bocs, igen, ha valami robban, feküdjetek a földre. Ma gázpalackot cserélünk. 10 óra van pontosan, Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig jövünk hétfőn. Szép hétvégét, szevasztok!